Nem mondom. Jó, gyorsan tetszik enni, Kill úr. Gyorsan. Vagy gyorsan. Jó, hogy nem mondod azt, hogy sokat. Gyorsan. Evésszer, édes fiam. Nem sokra megy az ember. Mondd meg a lányomnak, hogy hazamentem. Megmondom. Apa, már is menni akarsz? Rengeteg a dolga. Ugyan, hát csak üldögész otthon egyedül, mire jó. Itt van Willink, Hofstad is átjön, elbeszélgetek, biztosan nem állni. Mondom, hogy rengeteg a dolga, most is csak azért ugrottam át, mert a helyettes mondta, hogy vesepecsenyét vettél. Nagyon finom volt, kislányom, nagyon. Miért nem várod meg, Tomasz? Csak jár egyet a fiúkkal, hogy lerázzák a vacsorát. Te, mit gondolsz, megharagszik, ha abból megtömöm a pipámat? Hogyan, de hogy vegyél csak egyet. Mondd, apa, miért nem iszel egy pár almát? Mindig legyen valami gyümölcs a szobád. Nem. Szó sem lehet róla. Tessék, vigyél. Nem. Sőt, itt is van egy szép pirosi. Mondd, miért nem költözöl át hozzánk? Sokszor attól félek, hogy nem is eszel. Ugyan már vagy nem. Ó, ez Hofstad le. Na, Isten veled, lányom. Péter, na hát. Kedves megyetek is jelenik, a hogy vagy ma este? Kill úr! Méltóságos uram! Ne törődj vele! Nagyon öregszik szegény. Nem készül a csoda? Köszönöm, nem. Billing csak egy pár percre jött be. Semmi baj. Este nem bírja a gyomrom a melegétel. Én már csak megmaradok a teánál, meg a pirítusnál. Egészségesebb is, meg olcsóbb is. Úgy beszélsz, mintha a Tomasz meg én legalábbis az ablakon szórnánk ki a pénzt. Te biztosan nem, Katerin. Tomasz persze nincs itthon. Elment futni egyet a fiúkkal. Nem veszedelmes az tele gyomorral? Elnyírnék a késésért, feltartottak a nyomdában. Jó estét, méltóságos uram! Hofstad úr, gondolom hivatalos ügyben. Részben. Egy cigő az alapszámára. Mindjárt gondoltam. Az én jó testvérem ugyancsak buzgó munkatársa lett az önök lapjának ennek a... Hogy is hívják? A reggeli néptribunnak. A reggeli néplapra tetszik gondolni, ugye bár? A doktor olyankor szokta megtisztelni cikkével a néplapot, ha valamely tárgyról a leplezetlen igazságot akarja kimondani. Igazság? Igen. Igen, érzem. Nem haragna valamit, Hofstad úr? Köszönöm, majd később. Nos, nehogy azt higgye, hogy megrogom a doktort, amért igénybe veszi az önök lapjának a sárjait. Elégre minden szónok annak a közönségnek beszél a legszívesebben, amelyik a legjobban tapsol neki. Egyébként, kedves Hofstad úr, nekem az önök lapjával az égvilágon semmi baj. Na, nem is feltételeztél, méltóságos uram. A mi városunkban igen józan és toleráns szellem uralkodik. Igazi polgári közszellem, ami ennek lennie kell, de ne feledje, minek köszönhetjük. Annak, hogy van valami, amiben mindannyian hiszünk. Ez tart össze minket. Ja, igen, a forrás. Pontosan, ami remek új forrásai. Egészen megváltoztatták ezt a várost is. Jegyezze meg, amit mondok, rá fogunk kerülni a térképre. A Kirsten források által ez olyan igaz, mint az, hogy itt ülök. Igen, Tomasz is mindig ezt mondja. Valóságban pezseg itt minden, a telekárak emelkedőben, a pénz kézről kézre jár, az üzleti élet fellendül. Megszűnt a munkanélküliség. Pontosan nem kell más, mint egy igazi nyár, és tódulni fognak hozzánk a vendégek. Úgy hallom, már is futnak be a szobafoglalás. Naponta kapjuk őket, Hofstad úr. És nagyon biztató a helyzet. Nagyon is. Ez nagyszerű, éppen kapóra jön a doktor cikke. No. Megint firkált valamit? Na ne, ez még a télen írt. A melegen olyan jön benne a forrásokat, csak én annak idején elfektettem a cikket. Még volt benne valami bökkenő? Ne. Arra gondoltam, hogy nagyobb hatással lesz a tavasszal, amikor már az emberek tervezgetnek a nyárra. Igen,
Nagyon okos? Ezt nevezem, Hoftad úr, nagyon okos. Tomasznak folyton a forrásokon jár, az hiszen tele van ötletekkel, minden áldott nap az... Legyen is elégre! Honnan kapja a fizetését, igaz, Petelin? Én azt hiszem, többről van itt szó. A doktor Stockmann teremtette meg a Kirsten forrásokat, nem? Na, nem mondja. Mástól is hallottam már ezt. Mostanában én pedig arra gondoltam, némi közöm nekem is van a dologhoz. Drága Péter, Tomasz... Na, én csak arra céloztam, hogy az eredeti ötlet... Igen, az én jó testvérem soha nem szűkölködött ötletekben. Annyi bizonyos mindenfajta ötletei vannak, de ha a megvalósításra kerül a sor, akkor egész más emberre van szükség. Péter, drága Tomasz, nem az? Illetve a... Hofstadt úr, ne lenne is valami? Na, köszönöm, most már csak ugye harapnék egy falatot. Mondd, Katerin, vajon miért van az, hogy akiknek nem volt gyermekszobájuk, azok sohasem tanulnak tapintatot? Drága Péter, ti mindig olyan jól megértetétek egymást Tomasszal is. Á, ez nem lehet, már csak ő. Jaj, kapitány úr! Hát kérem, a városban azt beszélünk, hogy ma itt nagyszerű vacsora. Már mennem is kell. Hát arra szó sem lehetett, uncsot is kapott ide, Katerin. Nem feledkeztél oda. Jaj, de hogy feledkeztem, megvárt Nóri is a víz. Uncs is lesz. De még mennyire, hogy lesz, hogy foglal helyet és érez magad itthon nála. Nem kedvelem az ivászatot. Hát ez még nem ivászat. Mi másnak evezhetnénk, Tomasz, azért fantasztikus. Felfaljátok ezt a rengeteg ételt és mégis éltek. Hát miért? Nincs olyan nagyszerűbb dolog, mint elnézni, hogy esznek a gyerekek. De Péter, ezek a gyerekek fogják el felforgatni az egész világot? Na nem mond. Mi van ezen felforgatni való? Na ne búsulj, ők majd megmondják, ha eljön az ideje. Magunkfajta vén marhák hoppon maradnak, akár akarják, akár nem. És se mondták még nekem mostanában. Na ne morog már rám, Péter, folyton léci. És tudod mi a te bajod, hogy eltompultak az érzékei. Neked is azt kéne, hogy lehúz 5 évet odafent éjszakon Isten hátra meg, és úgy gyere oda ide. Na jó, hát én most lelkes vagyok, mert hát úgy képzelem, hogy csak városmódon világkozom. Na jó, 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 tudom, tudom, mert vannak lemaradásaim, hát ez itt van miért dolgozni, van miért harcolni. Jó, hát Katerin! Katerin, biztos, hogy jártad a postát? Ma nem jött semmi posta. Nem jött semmi posta. Aztán mi valami, Péter, a jó jövedel. Akkor tudja az ember igazán becsülni, hogyha megismert, hogy mi az éjjel. És hogy gyere szépen esedjél. Nem, kérlek, hagyd. Nagyon kérlek, ne kéres magad. Hagyd ezt, Tomasz, hagyd, nem. Hát új étkészletet is lett. Lát. Jaj, de szép. Jaj, de szép. Teljes életet élt. Ez a jelszak. Katerin szerint már majdnem annyit keresett, mint amit költ. Igen. Szemlátomás gyarapodtok. Hát miért? Hát miért engedném a magamat ezt a luxust? Hát a kereskedők úgyis jóval többet kerestek, nem? Hát miért engedhetnének magamnak, hogy ilyen érdekes, izgalmas fiatal embereket lássak vendégni az otthonban? Hát meglátod, ha bejön ez a Hofstad? A világ dolgára kezdünk beszélni. Ezért eszembe Hofstad említette, igen? Hogy megjelenteti egyik cikkedet. Miféle cikk? A forrásokról még a télen jutott. Jó. Ezt én most nem szeretném, hogy csak kiadnák. No, én pedig azt hittem éppen most nagyon időszerű. Igen. Rendes hétköznapi körülmények között talán. Miért? Mi baj a körülményekkel? Hát én most ezt nem mondhatom el. A ma este semmi esetes. Ha lehet, hogy nagyon nagy baj van a körülményekkel, lehet, hogy nincs velük semmi baj. No, de sikerült a lehető legrejtélyesebben elmondanod. Miért? Történt valami? Valami, amit eltitkolsz előttem? Szeretném, ha nem felejtenéd el, Tomasz, hogy én vagyok a források igazgató tanácsának az elnöke, és azon kívül még a polgármester is. Én pedig azt szeretném, ha ezt te nem felejtenéd el, Péter. De ne bántsuk egymást, hogy Isten szerelmére egyébként. Isten szerelmére, de hogy bántjuk egymást. Nekem aztán igazán nem szokásom bárkit is bántani, csak szeretném leszögezni, hogy a források minden ügyét csak a hivatalos betartásával, a törvényes hatóságok igénybevételével
kell kezelni, Thomas. Nem tűrök. Semmiféle suskust és szabálytalanság. Mikor intézkedtem is szabálytalan? Benned megvan a hajlandóság, hogy a saját orrod után menj. Ez pedig egyszerűen megengedhetetlen egy jól szervezett társadalom. Az egyén rendelje alá magát a köznek. Pontosabban a hatóságnak, mely is a közérdekében munkálkodik. Nagyon igaz, de miért mondod ezt éppen neki? Azért, drága testvérem, mert ez az egyetlen dolog, amit te képtelen vagy megtanulni, és nagyon jó lesz, ha vigyázol, Thomas, mert egyszer nagyon drága ár találsz fizetni ezért. Na, kimondtam, tulajdonképpen ezért is jöttem, de most már valóban mennem kell. Neked elment az ezt. Biztosíthatlak, hogy rossz nyom. Nem szoktam. Nem szoktam. Jó éjt, urak! Jó éjt, Katerin! Elment? El. Legalább úgy, mint egy pulykakak. Mit tettél vele már végig? Mit akar ezt tőle? Nem számolhatok neki minden gondolatomról, minden mozdulatomról, meget fordul a fejem. Jó, drágám, ne izgass magad, inkább hozom a kulcsot. Hallottál. Ilyen vacsorától, doktor, bizony Isten szinte újjászületik az ember. Teljesen jól. A polgármester nem volt így rózsás hangulatában ma este. Gyomorbajos, rossz az emés. Gondolom, a reggeli néplap két szerkesztőjének a jelenlétés megfekhette a gyomrát. Nem. Két egy nagyon magányos ember, és nem ismer mások, a hivatalt és a kötelességtudást. Meg az a rengeteg gyenge tej, hát mi mennyire vagy iszunk? Ej, fogd el neked ide a szivatot, hogy tudod, hogy hol az oka. Martin, légy olyan kedves a pipával, úgyhogy tömd is meg, jó? Hogy elhízott el a gyereket? Nekem van a Sandor gyanúm, hogy ez az Elif elelemelné a egy-két szivar, de én nem veszem tudom. Jó van, de elég gyerekek vagytok. Tessék, parancsoljon, én megmaradok a jó kis pipámnál. Sok hóvihart átértünk egymással a felész. Tessék! Tessék! Jó, köszönöm szépen! Parancsoljon, kapitán! Nagyon köszönöm, asszonyom! Tessék, kapitán! Tessék mindenki! Akkor Isten, Isten! Isten, Isten! Te Isten! Otthon. Van ennél jobb találmány? Hamarosan felszedi a horgony, kapitány? Igen. Úgy tervezem, hogy jövő héten útra készen állok. És akkor irány Amerika? Ez az úti tervezés. Ezek szerint akkor nem is tér haza a választásokig. Hát, micsoda? Ha megint választások lesznek... Oh, hát nem tudja. Hát én nem igen törődöm a politikát. No, de hát a közügyek csak érdeklik egy kicsit. Hát, hogy őszinte legyek, kedves fiatal barátom, nem érdek. Engem sem. Talán ezért örülök magának valahányszor csak eljön. De hát szavaznia csak én, kapitány. Hát még a legtájékozatlanabb emberek is szavaznak. Akkor is, ha egy útot segítenek az egész. Mérték, hát ez hogy lehetséges? A társadalom az olyan akár egy hajó. Mindenkinek segítenie kell a navigációban. Igen, kérem, lehet, hogy a szárazföldön ez beválik. A tengeren a hajó fedélzetén alig. Jó eszt! Isten oldott, Petra! Na hát maguk csak evelésznek, mint a lajhárok! Hogyhogy? Én meg közben halára dolgozom magam. Gyere közénk, legyél te is lajhár! Jövök is! Hallottak ilyenek? Én elnézem és azon gondolkozom, hogy hogyan is csináltam. Thomas! Petra, keverhetek magának egy pohára? Nem, mindig maga csinál. Apa, majdnem elfelejtettem, levelek van nálam. Igen. Kicső? Reggel az iskolába menet találkoztam a postással, ide a postára. Igen, és hogy tudtad ennyi ideig magadnál tartani? Nem volt már időm hazasszállni. Drágám, ez az, amit láttál? Egy pillanat, mindjárt jövök. Hogy állhozol az angol regénnyel, amit kértünk, hogy fordítson le neki? Már elkezdtem, csak nagyon sok volt a munka. Nem tanít megint az esti iskolát. De igen, napi 2 órát. Aztán minden nap a gimnázium. Igen, napi 5 óra, és még eljön a dolgozati javítás. Szegényének egy pillanat megállása nincs. Azért gondolok én magára mindig úgy, mint aki mindig rohan.
És soha. Szóval, mint aki mindig rohan. Én szeretem a munkámat. És Isten, ilyen kifáradok benne. Hát az meg is látszik, hogy fáradt. Nagyon gonosz lesz, Petra. Ha ennyit dolgozol. Mert a tanítónkám azt mondta, a munka büntetés bűneinkért. Jó kis vezető. És te ezt elhiszed? Elég, hát persze, hogy elhiszi, amit a tanítója mondta. Hagyja csak, ad beszél. Hát te nem szeretsz dolgozni, Mortem? Dolgozni? Na miért? Hát akkor mire viszed majd az életet? Úgyis viking leszek. Oh. Az nem lehet, ott fogálynak kell lenned. Akkor fogány leszek. Úgy látom, későre jár már, fiúk, ne sírjál. Hát neked igazad van, Mortem, hát én is azt hiszem, hogy... semmit nem hisz, Billy. De én igazi pogány vagyok, és ezt büszkén vallom. Meglátod, Mortem, egyszer mindnyájan pogányok leszünk. Akkor is tanuljatok sipírt az ágyon. Nem gondolja komolyan, hogy az ilyen beszéd árt a gyerekeknek. Nem tudom, de én nem szeretem az eféle beszédet. Anyu, te mindig eltúzol a dolgokat. Az lehet, de akkor sem szeretem, legkevésbé itthon. Itthon is szilleljünk, mint az iskolában. Itthon azt várják el tőlünk, hogy hallgassunk. Az iskolában pedig azt, hogy hazudjunk a gyerekeknek. Csoda, hogy hazudjanak. Gyerekek! Bizony, nem gondolt még arra, mennyi olyan dolgot tanítunk nekik, amiben mi nem hiszünk. Igen, ez így van, kapitány. Elég van. Van, hogy nézem saját iskolát, mint én. Ott aztán másképp. Fiúk! Nagy újságok lesznek ebben a városban. Újságok? Miféle? Óriási horderejű felfedezés, Katéna. A te felfedezés? A lény felfedezése. Jaj, most aztán mondhatják rám ezek a majmok, akik a várost irányítják. Megbolondultam, ne, nagyon jó lesz a vigyáznak, jaj, mekkorát buknak majd a hatalmas. Miről van szó? Ja, hát, te kár, hogy nincs itt tétel. Egyébként a világosan kiderül, hogy mi emberek igen gyakran a sötétben futkározó vakpatkányok módjára itt érzik. Isten érted, mi történt, doktor? Mondja már. Általános vélemény szerint a mi városunk egészséges és tiszta hely. Persze, így. Mi történt ide? Olyan hely, amelyet tulajdonképpen mi betegek számára szoktunk ajánlani, ugye? Ja? Mit akarsz ezzel mondani, Zsáza? Hát a mi csodaforrásainkról van szó, amelynek a kiépítése nagyon sok pénzbe került, az egész gyógyfürdő egy fertőzött mocsár. Forrásaik, hát ez hihetetlen. Tudja, hogy fenn a szélmalomföldnél az a sok mocsok, amiből az az ocsmány bűz származik, az a bőrgyárból ered, és ugyanez a szennyes, mocskos, mérgezett kocsvali belefolyik a mi csoda forrásainkba, amivel hát ugye embereket akarunk gyógyítani. Várjon csak, doktor, ott, ahol a fürdőink van? Pontosan. Mitől olyan biztos ebben? Mondanám, sokáig gyanakodtam erre, tudni, gyanúsan sok megbetegedés történt a fürdő vendégek között. Tifusz is, emésztőszervi bánt. Igen, ez csak ugyanígy volt. Emlékszem például Svenzerné unoka, hugára, akinek a másik... Pontosan, drágám, sokáig azt hittem, a vendégek hurcolják ide a fertőzést. Aztán a télenben úgy fogtam, és elkezdtem vizsgálni. Szóval ezen dolgoztál? Hát persze, vízmintákat küldtem az egyetemre pontos kémiai elemzés célján. Ennek az eredményét kapta meg, doktor? Az egyetemi vizsgálat kimutatta mérgező szerves anyagok jelenlétét a vízben. Hát Istennek hála, hogy idejében rájöttél. Uh-huh. Hát igen, azt hiszem én is így mondhatom. Nem tudod állapodik. Doktor, most mi a szándék? Hogy mi a szándék? Megösszetesen rendbeolni a dolgokat. Hogy mi a szándék? De drágám, miért titkoltad ilyen sokáig? Miért? Mi más tehettem volna? Kült olyan világ, amíg nem győzöttem meg a helyességével, ekkor a bolond is. De Katar itt ezt nem érti. Tehát az egész vízcsőhálózatot át kell lépni. Az egész vízcsőhálózat? Az egész vízcső. Ki kell dobni csövestől minden. Nagyon igaza van a kapitányon, ki kell dobni az egészet, tudja, hogy van. Tudnék, a bevezető nyílás az túl alacsonyan van, föl kell emelni sokkal magasabban fekvő pontra. Na már szóval az egész csőrendszer szét kell rakni. Hát most bebizonyíthatod nekik, hát, hogy te hiába beszéltél. Ezek nem hallgattak rám. Úgy van, te figyelmeztetted őket. De még miről figyelmeztetted? Mindjárt az elején, amikor odaépítették ezt a marhaságot, ahol van. De hát mi vagyok én? Orvos létemre nem magyarázhatom meg a politikusok, hogy hova építsenek egy egészségügyi intézményt. Hát most aztán megkapják sőséget. Ez pedig ez óriási. Doktor maga egy nagy ember. Több, mint óriási. Most képzelje, ha ezt mondjuk. És képzeld, jaj kislányom, légyen kezdes, ott van a jelentésem, az íroztam a hozmányban. Kérem szépen, légyen kezdes a politikus. Szóval ez az egyetem végső igazolása a világképzelésemre. Ez pedig az én jelentésem, öt tömör robbanó erejű oldal. Ez elég nagy beszélés. Jaj, nagyszerű. Most aztán egyenesen az igazgatótanácshoz. Mondd meg a mi lányunknak, végre elfelejtettem, hogy egy hívják. Randinnak. Mondd meg a mi Randinunknak, hogy töröljenek szépen a korrát, legyenek a polgármesteri. Jó? Most miért nézel rám? Nem tudom. Micsoda? Mit fog szólni Péter bácsi? Igen, ezt szeretném én is tudni.
Úgyhogy mit fog szólni? Hát örülhet, hogy rájöttünk erre a dologra, még mielőtt kirobbantunk egy járvány. De ne nézz rám ide valaki kibizike szemeddel, mert nagyon tőleg siessük. Jó? Leadnék én erről a felfedezésről egy rövidke hírt a reggeli néplapban. Nagyon. Mert ezt az olvasóknak is meg kell tudni, doktor, előbb vagy utóbb. Nem utóbb. Doktor, ő lesz ennek a városnak az első embere. Ja, ugyan. Minden detektív meg fogja egyszer az Isten lábát. Hát nem gondolod, hogy a város tartozik ezért valamivel, doktor Stockmann? Jaj, ugyan már semmi. Mi lenne, ha mindjárt javasolnál? Én majd szorok balázlak. Semmi felhajtást nem akarok hallani. Hogy? Az igaz, hogy fogadnám el, hogy az igaz, hogy tanács megszavazná a fizetésen erősen. Egyszerűen nem fogadnám. Igen, Katerin, ne haragudj, nem fogadnám. Fizetésemelést. Igazad van, Torosz. Hát Isten értesen akkor. Isten értesen akkor. Hát kedves doktor. Remélem, hogy ez nagy megbecsülést és sok örömet szerez majd. Köszönöm szépen. Ez olyan öröm, amely mindenek fölött van. Városunkhoz szolgálva, kiérdemelni a polgártársi megbecsülését. Ez olyan... Katerin, én táncolni. Jaj, hát nem csinálni valami zenét. Hogy is van az, hogy... Te visszatudom hozzá, mint írott jelentésében. Nem, mit szól hozzá? Ne állj már itt én. Mit szólhat? Legfeljebb az, hogy nem sokára állj. Ha majd meghalok, hogy tudjam, hogy mit szól hozzá egy szövegét. Hogy mit szólhat? Van egy kétség. Egyszer majd úgy állítja be a dolgot, hogy jövő a felfedet is van az ember. Mondd, drágám, nem félsz egy kicsit el? Mi a félnék? Mondd, látok, hogy hogy fog örülni. Szeretném, ha óvatos lennél is. Nem? Megosztanád vele a dicsőséget, nem lehet azt mondani, például, hogy mondjuk ő vezetett rá a helyes nyomra, vagy valami hasonló. Tomás! Sose hittem volna, hogy ennyi fantáziát legyek. Így rátenni a tulajdon testvéredet. De apa, igazán nem. De várjátok, itt nálunk a dolgot. Szóval, valami kérek is idék, mintha mondjuk ő. Svábbogarak húzkálnának a vízvezetékben. Nem svábbogarak, ő nem beszél. Jó, de valami kéne kis állatos kár, nem? Baktérigmok akar. Mi? Baktérigmok. És jó, sok van belőle, igaz? Igen, millió számra vannak. És senki más nem láthatja őket, csak te. Tulajdonképpen csak én. Hát mindenki láthatja, hogy mikroszkopon el körülbelül. Most ezen mit levet, azt mondja? Na, apa, te ezt nem érted. A baktérigmokat senki nem láthatja, de nem azt jelenti, hogy
szépen. Jól van, lányom, jól van, de a férjed benni jár. Becsület szavakra hozzak. Soha életemben ilyen jót még nem hallottam. Hogy érted? Te is. Olyan gondolod, hogy a testvéred majd bevesz ilyet? Nem sokára kiderül, ugyanis átjön. Jó? De csak ugyan azt hiszed, hogy ekkora bolond. Azt remélem, hogy mégis válts ekkora bolond. Hát meg lehet, meg lehet. És ha így van, akkor úgy kell nekik. Azok ott azt hiszik, hogy okosabbak, mint mi öregek. A te drága látos testvére. Elrendelt, hogy engem kipendelítsenek a városi tanácsból, mire úgy kirúgtak, mint valami kóbarkutyát. Hát csinálj belőlük bohócot, szokma! Csörgő szitkás bohócot, csinálj belőlük szokma! És ha csak ugyan megeteted ezt belőlük, és a polgármester, meg az elegáns barátai, bekapják a horkot, én hajlandó vagyok legalább pár száz koronát jótékony célra adni, méghozzá itt helyben is azon. De te nincs pénzem? Ja. Öreg kidobivaló pénzem nincs, de ha ezzel... A sváb bogár históriával. Kirántod alul a vörös szőnyeget, én hallod, hajlandó vagyok legalább 70 koronát jótékony célra adni. Hadd tudják meg a városházán is, hogy nem állt ott sem egy kis vissza. Jó reggelt, kívánok! Jaj, bocsánat! Nagyon köszönöm! Hát ez is be van a hogy te tudod mondani? Nem, hát arra gózot csinálják a testvére. Állatok. Tegnap este óta ennyire csak ezen töröm a fejem. Na is. Önnek, mint orvosnak, mint tudósnak ez valóban ritka csemege. De nem tudom, tisztában van azzal, hogy mennyi minden más egyéb is következik. Na egészen értem, hogy hova akarsz jutni, de ide leül is elmagyarázatom meg. Doktor, ön tegnap este azt mondta, hogy ez a víz szennyezett talajból fakad. Igen, a szélmalom völgyi mérgezett bocsáról folyik keresztül. Nos, az én véleményem... Tessék, az én véleményem szerint ez a víz egészen másfajta mocsárból fakad. Ugyanabból, ami a város közéletét mérgezi és szennyezi. Az Isten szerelmi, most a tényleg ezek a frázis. Minden, ami számít ebben a városban, egy marokkó hivatalnak kezébe. Értik a dolgokat és tudnak vezetni. Értették a dolgokat és tudtak vezetni? Amikor odaépítették a vízvezeték rendszer, ahova építették? Nem, bakra is volt, aki meg. Ez maga csak így azt hiszi, hogy ezért egyszerű? Hát, akár hiszem, akár nem, de meg kell oldani. Én úgy döntöttem, hogy különleges figyelmet szentelünk mi ennek a botrányra, Bob. Na, hát azért botrányra nem lehetne venni. Amikor én átvettem a reggeli néplapot, elhatároztam, hogy szétrobbantom a vén, önelégít, meggátalkodott maradiak, ezt az összeesküvését. És most itt van az ügy, amivel én megtehettem. Én még most is úgy érzem, hogy mi hálával tartozom nekik, hogy kiépítették ezt a vízvezetéket. Hála, csak ugyan megilleti őket, ezzelől semmit nincs. De a maga a fajta néppárti újságíró nem szaladtak kellett a kimárkozó alkalmat. Hát szét kell zúszni! A vezetők csalhatatlanságának a legendája. Ki kell írtani, mint a többi közönséges babona. Ez a babona, akkor persze. Szeretném, ha megértene engem, doktor. Nem kell önnek mondanom, hogy én egyszerű családosztám. A csontjaimban érzem, mit kell az alsó. A társadalom irányításában. Ez hozza ki a képességeket, az értelmet, az önbecsülést lenned. Ez mi figyelme? Az én véleményem szerint súlyos felelősség terheli azt az újságírót, hogy elhárítja magától a lehetőséget, hogy az alsóbb néposztályokat segítse a fennet felemelteni. Most kérem, hogy nem tudom. Én fogom. Tessék, mi Yeah.
pontosan tudom, hogy ez jobbkörökben agitációnak hívják, de felőlem hívhatják, aminek akarják. Nekem is megvan a magam lelkiismeret. Csak arról van szó, hogy az ízvezetéssel Jézus Mária nézte, hogy megjegyeztek. A zenedik a letolakodásra. Engem keresél azzal te? Nem. Hát? Én nem is tudtam, hogy itt vagy. Én a doktorral beszélek. Tessék, parancsolj, mivel állok rendelkezésre? Bocsánat, elnézést, kedves doktor. Igaz-e, amit Billingtől hallottam, hogy ön kampányt óhajt indítani a vízvezetékrendszer felújításáért? Vízvezeték részére nem kampányol van szó. Bocsánat, én csak azért jöttem, hogy megmondjam, mi 100%-ig ön mögött állunk. Na látja, tessék. A mi támogatásunk fontos lehet önnek, doktor, mert amikor a kis ember el akar érni valamit, akkor kiderül, hogy ő van többségben. Már pedig tudja, nem az dologám, hogyha a többség ott áll az ember oldalán. Hmm. Természetesen a legnagyobb józansággal kívánunk eljárni. Én kérem szépen, mindig igyekszem józan és alapos. Ez jellemző arra, hogy tessék őszintén. Köszönöm szépen, a fürdő ma holnap a város aranybányája lesz, és a különösen a kiskereskedők tartják annak, és én jó magam, mint a Magánvállalkozók Egyesületének elnöke, én bizonyos befolyással rendelkezem a városban, sőt, némi hatalomnak is lehetne tekinteni. Akkor azt is tudhatná, hogy könnyedén megszervezhetnénk egy békés tüntetést? Tüntetést? Nem egészen értem, hogy milyen cél volt. A város polgárai így fejezhetnék ki önnek hálájukat azért, amiért ezt a fontos dolgot a közösség tudomására hozta. Természetesen a legnagyobb józansággal kívánunk eljárni, nehogy megsértsük a város vezetőjét. Ez aztán jó befűtene a nagyfejűeknek. Na nem, nem, csak semmi meggondolatlanság vagy túlzott erőszakoskodás a városi hatósággal szemben. Nem, én nem akarok ilyen semmi. Kérem, ebből soha még semmi jó nem származott. Köszönöm úr. Én nagyon szépen köszönöm ezt a hozzáállást. Hogy kérem? Komolyan mondom, boldog vagyok. Én olyan boldog vagyok ma. Kérem, nem innák meg egy pohár sírt. Tagja vagyok az alkohol ellenes műzárnak. Pohár sírt? Nem, sajnos ne haragudj, én nem. Nem tehetem, hát akkor kérem szépen a viszont látásra, és kérem ne feledje, hogy a kis emberek ott állnak ön mögött, szilárdan akár a falat, túlnyomó többség az ön oldalán áll. Mert kérem szépen, hogyha a kis ember... Kérem, jön a nyugdába hoztat? Nem, van itt egy dolgom. Jó, hát kérem szépen, akkor ugyebár ez így... Szóval ez jó, ugye? Óriási. Komolyan mondom, hogy óriási. Óvatos ruhajok. Mindenki fél, félne. Pedig nagyon jól tudják, mi az igazság, és mégis félne. Mi? Azt hiszem, hogy ez nagyon őszinte. Egy kis bátorságot összedik ezek a jó számú közömbözőkben. A sok liberális dumájuk mögött, hogy mindig ott lappang a tekinti istenítés, ezt pedig ki kell írtani ebből a városból. Hadd tudja meg minden szavazó, hogy mekkora baklövés volt ez a vízvezetéken. Kérem, hadd közöljem a jelentés szavakban. Ne, addig nem, amit nem beszéltem, az most... Ja, ugyanakkor én írok egy vezércikket is, és amennyiben nem tudnám megegyezni a testvérivel. Én nem értem, hogy miért kellett ennyire kérdezni. Higgyen nekem, doktor, ez nagyon is lehet. Magyar pedig higgyen, hogy a testvérem egyet fog velünk érteni, és akkor közölt a jelentés. Becsülettel van? Hallottak? Tessék. Olvass el a jelentésemet, ha te most. Ebből nem származhatok, baj is hozzá vissza. Viszont látásra, doktor. Viszont látásra. Meglátsz, hogy könnyebb dolgunk lesz itt mondani. Remélem, doktor, őszintén remélek. Azonnal tudassa velem, ahogy beszéltünk Jézuságával. Jöjjön. Katerin! Katerin! Apa, hát tudom, hogy jó. Te. Ja, Katerin! Mit akartok?
teljesen oda van a jelentésem, de teljesen oda van. És tudod, hogy sokkal nagyobb következménye lesz, mint gondolt? És tudod azt, hogy ki van én mellette? Na, az Isten szerelmére ki van mellette? Hát a többség. Igen, és az jó. Jó. Te nem tudod elképzelni, milyen csodálatos érzés, amikor az ember azt érzi, hogy az egész város testvérként gondol rá. Hát én gyerekkorom óta nem éreztem magam ennyire itt van ebben a városban. Péter. 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 Itt van Péter. Tudtam, hogy elmondani. Szervusz. Hogy vagy, máma? Csak meg vagyok. Megkaptam tegnap a dolgozatodat a források állapotáról. Igen, elolvastam. És hogy? Gyere, Petra. Na jó. Mondtam már. Csak ugyan szükséges volt ezt a vizsgálatot a hátam mögött elvégezni? Hát, amit nem győződtem meg a helyességéről. És most meg vagy győződve? De egyetlen vizsgált kimutatt, hogy nekem van igaza. Az a szándékod, hogy mint a források egészségügyi felügyelője hivatalosan az igazgató tanács elé terjeszted a dolgot? Tennünk kell valamit, egy pedig sűrűsebb. Mindig ilyen erős kifejezéseket használsz, Tomás. Jelentésedben például azt írott többek között, hogy permanens vérgezést garantálunk. Vendégének is látogat. Hogyan mondhatta volna másképp? Hát gondolj bele, hát megmérgezzük őket külsőleg is beszélnek. Tehát könnyen arra a véleményre jutsz, hogy ki kell cserélni az egész vízvezetékrendszer elejétől a végén. Te tudsz valami jobb megoldást, mert én nem. No, én ma reggel átsétáltam a városi főmérnökhöz is. Vépálkozni, cseregve, elmondtam neki ezeket a változtatásokat, mint olyasmit, amit majd megfontolunk a jövőben. Jövőben? Az emeszerik hamar kész. Na. A főmérnök jó indulatúan elmosolyodott és elmondott néhány tényt. Gondolom nem törted magad, hogy kiszámítsd, mennyibe kerülnének ezek a változtatások. Hát meg valami őszintén ezzel még nem gondolkoztam. No, persze, persze. Nos, a te kis terved szerény számítás szerint legalább 300 ezer koronába kerülne, Tomás. Sok? Ne vágj el csodálkozó képet, ez csak a pénz. A nagyobb baj az, hogy legalább 2 év betelne. Két évben. Legalább 2 évbe. Nos, mi a javaslatod? Mit kezdjünk addig a forrásokkal? Zárjuk be a boltot, igaz? Kétségtelen, hogy nem tehetünk más. Amint kiderül, hogy fertőzött a víz, egyetlen fia vendégünk nem maradt, Tomás, vagyis módodban áll tönkretenni a tulajdonvárosot. Én nem akarok tönkretenni sem. A jelentésed engem egyáltalán nem győzött arról, hogy a helyzet valóban olyan veszélyes, mint ami ennek te letested. Hát ez sokkal veszélyesebb, mint az én jelentésem tartalmaz. De gondolj bele, itt a meleg idő, a nyár. Szerintem te túlzol. Neked, mint orvosnak tudnod kell, hogy milyen megelőző lépésre van lehetőség. És pedig. A meglévő vízellátási rendszer adott tény, Tomás, annak is kell tekinteni. De ha józanul is megkontoltan cselek. Igazgató tanács hajlandó megtárgyalni minden józani javaslatot, ami túlzott anyagi áldozat nélkül segíthet a helyzet. Jóságos Isten. Nem képzelt, hogy én belemegyek egy ekkora csalásba. Csalásba. Csalás. Hazugság. Szemtélet. Otthonba, bűn. Közös, az egész város. Nem vagyok meggyőződve, hogy egyáltalán fennáll a veszély. Nem vagy meggyőződve. Nem. Pedig a tévedés kizárt. Az én jelentésem kétségben voltak a tényeken alapszik. A baj csak az, hogy a teljes az emberei hagyták, hogy odaépüljön az a vízvezeték, ahol van, és most nem merítek elismerni a hibát. Az Isten. Azt hiszem, nem látok át az egész. Jó, tegyük fel, hogy így van. Valóban féltem egy kissi a tekintélyen. De hozzáteszem, a város érdekében féltem, Tomás. Erkölcsi tekinti nélkül nincs kormányzás. Épp ezért kötelessége megakadályozni, hogy jelentésen az igazgató tanács elé kerüljön. Később, egy arra alkalmas időpontban magam javaslom tárgyalásra a dolgot. De most egyetlen szó nem szivároghat ki az egészből. Na, te nem tudod megakadályozni. Ezt én meg fogom akadályozni. Te nem tudod megakadályozni, mert már is nagyon sokan tudsz. Kik?
Remélem nem a reggeli néplap emberei. Pontosan. Liberális, szabad és független sajtó tudni fogja, hogy mi a kötelesség. Elképesztően felelőtlen vagy, Tomasz. Nem tudom, mivel járhatod rád? Rám néz. Igen, rád is a családodra nézve. Hogy? Gondolom, minden okom megvan arra, hogy jó testvérnek tekintsen. Mi? És mi hálával tartozom neked ezért? Amit tettem, nem csak érted tettem. Arra gondoltam, hogy anyagi helyzeted javításával megoldhatva attól, hogy tökéletesen megvadulj. Jó, azt akarod mondani, hogy amit tettél, ezt magad érted? Részben igen. Mit képzelsz te? Mit gondolnak az emberek az olyan köztisviselőről, akinek a közvetlen rokonai újra meg újra bajba keverednek? Öresztesz? Önkéntelen öreszteszed! Mintha valami autómat vagy előjárna a fejedben. Amint eszedbe jut valamilyen ötlet, legyen az bármilyen szamárság, neki lódulsz, mint egy alvajáró, röpülatot írt és közfirré teszed. Nem tudod tiszted minden állampolgárnak kötelesség az új gondolatot megosztani közben? A köznek nem új gondolatokra van szükség, a köz nagyon jól megvan a régi gondolatokkal is. És mi csak bele se pirulsz, amit még ilyeneket mondanak? Ide figyelj, Tomasz, te állandóan a rendről szavalsz. De ha valaki parancsot ad neked, azt egy üldöztetésnek tekinted. Támold a hatóságokat, sőt nem átadod hidalmat, mint magát a kormány is, Tomasz. Semmi nem szent előtted. Jó. Leveszem rólad a kezem. Nem mondok arról, hogy megváltoztassalak. Megmondtam, mire megy a játék. Most pedig parancsot kapsz tőlem. Nagyon jó lesz, ha engedelmeskedsz, ha kedves a karriered. Hivatalosan megcáfolod ezeket a rémideket. És kijelented, hogy a víz alaposabb vizsgálata azt mutatta, hogy eltúloztad a dolgot továbbá meggyőződésed, hogy az igazgató tanács minden szükséges intézkedést megtett. Az én meggyőződésem a víz minőségén alapszik, és csak akkor változik meg, ha a víz minősége megváltozik. Te is hivatalnak vagy, és mint ilyen, tartsd meg a meggyőződésed magadnak. Orvos és tudós. Ennek semmi köze a tudományhoz, Tomasz. Részben gazdasági, részben technikai kérdés. Jóval van vélemény mondani a világon bármi. Kivéve az intézetet, mert azt megtiltom. Megtiltom? Megtiltom, mint helyebb valód, és ha én parancsolok, te engedelmeskedj el! Apa, nem tületed! Hallgatottatok talán? Igen, és hallgatottam. Ennek őszintén örülök. Volt parancsról és kötelességről beszélt. Rákényszerítettél. És ha nem engedelmeskedünk, akkor a közvélemény megnyugtatására közzétesszük a saját jelentésünket. Pedig meg fogjuk támadni. Bebizonyítom, hogy igazam van, és neked pedig nincs igazad. És akkor mit fogsz csinálni? Akkor sajnos nem tudom megakadályozni, hogy elbocsássanak. Mit beszél? Úgy értem az intézettől. Ha hadat üzensz a forrásoknak, nem lehet az igazgató tanács tagja, Tomasz, ehhez nincs jogod. Ezt megmernéd tenni. Te vagy, aki túl messzire ment, azt hiszem... Péter bácsi, gyalázat így bánni apával, aki felfedezte a forrásokat. Elhallgott, Péter. Nocsak, ilyen fiatalon. Már is véleményed van? Persze ez manapság teljesen természetes. Ember, neked elment az ez. Az a víz mérge. Társadalmunk felvirágzása hazugságokra ír. Nos, azt hiszem ez már túlmegy a magánvélemények és meggyőződések frontján, Tamat, aki e fajta rágalmakat terjedt, az nem más, mint árulója a társadalomnak. De hogy lehet velem így beszélni? Nem teszem ki magam erőszaknak. Figyelmeztettelek! Fontold meg jól! Mivel tartozol magadnak? És a családodnak? Jó napot! És nem van sét. Még ő van meg sét. Igen, Galázottó. De szívesen megmondanám neki a magamét. Hát én vagyok a hibás. Mindjárt az elején keményebben kellett volna fellépni. Ez a társadalom árulójának nevezik én. Drágám, gondold meg, minden hatalom mégis az ő oldalán van. De az igazság az én oldalamon van. Hatalom nélkül mit ér az igazság? A liberális sajtó és a közvélemény többsége mellettem áll. Hát mi ez, ha nem a hatalom? Az Isten szerelmére csak nem akarsz. Az Isten szerelmére mit nem akarsz? Csak nem akarsz nyilvánosan harcolni a testvéreddel ebben az ügyben? Ha mi más te? Nem lesz belőle semmi hasznot, persze nem hajlandók, nem hajlandók. Nem kaphatsz tőlük más, mint egy fölmondó levele. Hát én tudni fogom a kötelesség. Igen? És mi lesz a családod iránti kötelességgel? Mi lesz azokkal, akikről
gondoskodni szintén a kötelessége. Nem mindig mi rám gondolja ezt. Kislányom, te könnyen beszélsz, neked állásodban, de mi lesz a fiúkkal, Tomasz? Köszönjük. Jobb lenne, hogy én előbbit csúsznák, és nallám a talpát, mint a rohadt bandát. Úgyhogy jobb lenne, hogy én nem tudnék a saját szemembe nézni. Tomasz, Tomasz. Annyi az igazságtalanság ebben a világban. Egyszerűen meg kell tanulnod elviselni. Ha ezen az úton még tovább, Isten legyen hozzánk irgalmas, megint nem lesz egy vasunk sebb. Olyan rég volt már, hogy egészen elfelejtett, hogy hogyan éltünk ott a nézőkon. Nem volt abból elég egy egész életre? És mi lesz a fiúkkal? Téged kitesznek, teszik, teszik! Szervusztok, gyerekek! Szervusztok! Na, hát mit tanultatok ma az iskola? Megtanultunk, milyen egy féreg. Micsoda? Milyen egy féreg? Mit tudtunk? Ha? Miért csinál, mama? Hát semmi. Most majd én foglak benneteket megtanítani, hogy milyen egy férfi. Még nem, de fejezd csak be. Na? Mi a véleményed? Rep. Rep. Gyilkos egy írás, te! Sose hittem, hogy ezek a hályas városhatyák ilyen tökkel ütöttek. Ebből a cikkből a forradalom tübörgését hallom. Vigyázz, átlagzni oda bent van. Átlagzni egy gyáva nyúl. Folyton a józanságról szavol, de tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy gyáva. Leadod ezt a lapba, igaz? Lejj! Bármi történik, az csak jó lehet. Ugyanis ha a polgármester nem fogadja el a doktor javaslatát, meggyűlik a baj a kis emberekkel, torkának ugrik a háztulajdonosok egyesülete meg a többi. Ha viszont elfogadja, akkor a nagy részvényesek eddigi legfőbb támaszai fogják a fejét. Ugye van, mert az átépítés azoknak kerül nehéz dohányba. Világos, viszont mindenképpen megtörik a jég, mi pedig naponta bebizonyítjuk az olvasónak, hogy a polgármester alkalmatlan a hivatalára, és hogy haladó emberekkel kell betölteni a város. Jaj, olyan egyszerű az egész, az Isten velje meg akár egy papon. Igazi forradalom küszöbén állunk. Fiam, szeressék ki a jelentésemet és tegye be a gépbe. Nagyszerű! Mit szólt a polgármester? Polgármester hadat üzent, tehát háború lesz. De ez még csak a kezdet. Tudja, mivel próbálkozott? Meg akart zsarolni. Volt képe kijelenteni, hogy nem mondhatom el a véleményemet az ő beleegyezése nélkül. Na. Gondolja el ezt az orcátlan pimasság. Ez képes volt így kimondani? Méghozzá a szemembe. De én jó hiszemű voltam, és saját fajtámnak tekintettem ezeket. Pedig ez egy diktát. Akkor sem adják fel a hatalmat, ha megkerült a mérgezni a város. Nem kell mindjárt vállakra dobálni. Ön mellek áll, hiszen tudja kérem szépen, hogy kérem, nem, azért kérem, józanul kell eljárni. Igen, hogy tetszik a cikk? Hát remek mű! Egyetlen tirádában minden kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy milyen emberek kormányoznak minket. Akkor kérem kiadhatsz. De még mennyire? Hát beletesszük már a holnapi számba. Ahol? Nem, nincs csak arra kérem. Asszisztens úr, én nagyon nagyra becsülöm az ön lapját, de mégis arra szeretném kérni, hogy személyesen ellenőrizze a nyomást, mert nem szeretném, hogyha az időjárás jelentést beletördelnék a cikkel között. Hát, ebben nyugodt, mert most az ember nem lesz benne sajtóhiba. Legyen teljesen hibátlan. Bankot nyomnám. Én már majdnem meghalok, hogy nyomtatásban ásadnak, hogy a sok negyednek fél igazság után, amit a lapok írnak, végre megtudhassák a teljes és tökéletes igazságot, hogy nagyon fontos ügyben. Na, de aztán később rátérünk egyébkora is, mert a közéletet kell itt megtisztítani, fertőtleníteni, nem csak a vízverekéket. Bezen. Na, hát ez mit szól, azt a szól? Igen, de azért azt ne tessék elfelejteni, hogy józanul kell eljárnunk! Kérem szépen, mi olyan mulatságos ezen? Doktor Tomasz, én úgy érzem magam, mint egy történelmi testvonalat.
meglátja, ezt a képet majd múzeumban fogják mutogatni azon a címen, mikor megszületett az igazság. Isten, Isten, nem tudom, hogy el kell menni. Tudottam egy betegemet, olyan vagy, mint egy eszkedős. Azt mondja, hogy a doktor rendkívül a segítségünkre lehet. Igen, de nekem nem tetszik, hogy ez még csak a kezdet. Maradjon ő csak szépen a forrásban. Mitől fél maga folyton? Nekem itt kell élnem. Egészen más lenne a helyzet, hogyha országos dolgokat távolna, vagy mit tudom én. De hogyha azt hiszi, hogy hajlandó vagyok neki menni az egész városi vezetőségnek, akkor hát mi a különbség, ami rossz, az rossz. Hát az igaz. De azért van különbség. Hogyha az ember a kormányt támadja meg egy kisvárosi labban, kérem, mi történhet akkor? Na, mi? Semmi. Marad minden a régiben. Az. De a városi vezetőség, kérem, azzal megeshetik, hogy leválták, vagy ilyesmi. Na, én kérem szépen a kis üzletembereket képviselem ebben a városban. Mindig ugyanaz a volt, hagy valakinek egy kis üzletet, és az igazság mehet a felé. Billing úr, én idősebb vagyok magánál. Láttam én már sok ilyen hőzőüzleteleget, például itt szájalt a maga asztalánál. Stance volt. Bizony Stance volt, aki ma már nem hőzőnk, nem újságíró, hanem tanácsos. Adjon engem végén, azt lágzen engem, ne hasonlítson Stance volt. Jó, kérem, maga a politikus. Persze egy politikus azért ugye sosem tudhatja, hogy melyik oldalon végzi. Mellesleg maga megpályázta a titkári állást a városi tanácsnál, igaz? Billy! Ne, ez igaz? Igen, igaz. Miért? Ha megkapom, akkor lehetőségem nyílik, hogy megvalósítsak egy csomó fontos és jó dolgot. Jó néhány nagy fejűt megfújhatnánk egy ilyesféle. Jó, kérem szépen, nem azért mondom, kérem. Az emberek változnak, de kérem azért azt ne felejtse, hogy valahányszor engem gyávának nevez. Jó, kérem szépen, én tényleg nem vagyok egy... forradal már, nem. De az is igaz, hogy sose tagadtam meg a meggyőződésemet. Szemben néhány nagyszájú radikálisról ebben a városban, én kérem szépen nem változtam. Persze én valóban... Józanabb vagyok egy kicsit. Miért kérem szépen most? Mi olyan mulatság ja, szemben? Istenem, azt lakzelem, ne sírjóban. Ha megszabadulhatnánk, nem lehet, ő fizeti a nyomdaszámlát. De most nem. Mi lenne, ha rávennénk Stockmant, hogy támogasson minket? Akkor lehetne lapot csinálni. De honnan lenne neki pénz? Hát az Abózsától. Kiltől? Hát mióta van neki pénz? Szerintem dús gazdag. Hát, felvétem. Őt ismerem ugyanabban ruhább és papárban. És ugyanazt a gyűrűt viseli. Megnézte azt a követ akár egy magyarul. De azt nem láttam. Egész évben befelé fordítva viseli, de szilveszter napján kifordítja. Jó napot! Jó, hát kit látna szemeim? Igen, nem állinál. Tessék, itt ez az angol regény, amit le akart volna fordítatni. Nem csináljam. Nem értem. Nem érti? Mi? Ez a könyv homlok egyenest ellenkezik mindazzal, amiben maguk hisznek. Hát hogy mondhat ilyetet? Mostát úr, ez a könyv azt állítja, hogy ha maga jó ember, akkor egy természet fölötti erő gondoskodik magáról, hogy boldoguljon. Ha pedig rossz ember, akkor megbűnhetik érte. Mióta működik a világ ilyen elvek szerint? Igen, Petra, de hát ez egy... És az emberek szeretnek ilyesmit olvasni. Ezért vásárolják meg a lapot. Mi pedig szépen beletesszük a politikai anyagunkat. Egy újság nem dolgozhat az olvasó tábora ellen. Nem mondja meg. Jaj, hát nem menjen már, így el. Nem menjen így el. Így el. Nem. De légy szíves, vidd már át a doktor cipit a szedőnek, jó? É? Igen. Jó. Szeretném, ha megértene engem. Én még csak nem is olvastam ezt a könyvet. Billing ötlete volt az egész. Billing, azt hittem, hogy egy haladó ember. Igen, de egyben... Újságíró. Az így. Csak hogy Billing megpályázta a titkári állást a városi tanácsban. Micsoda? Szeretném, ha nem lenne rossz véleményem, hogy ebben köszönöm. Én mindig csodáltam az olyan nőket, mint maga. Még ezt sohasem mondtam el magára. De... szeretném. Nem haragszik, ugye? Nem haragszom. De elszomorodtam, amikor elolvastam ezt a könyvet, mert nem értem. Ja, mi újságírók?
Szemét egy népség vagyunk, Petra kisasszony. És ezt komolyan mondja? Néha hiszem is. De hát most, amikor egy igaz ügyet támogathat, amikor bátran kiállhat egy üldözött emberért. Különösen akkor, amikor az üldözött ember nem más, mint a maga édes. Csak ezért? Igen, Petra. Petra kisasszony. Szóval elsősorban ezért teszi, nem az ügyért, magáért, nem az igazságért. Ne, de természetesen azért. Most elszólta magát Hofstadt, egyetlen szavát nem hiszem el soha többé. Ennyire zokon veszi, hogy a maga iránt érzései vártak. Hogy félrevezette az apámat. Úgy beszélt vele, mint akinek legfőbb gondja a közjó és az igazság. Becsapott mind a kettőnket. Maga nem az, akinek hazudta magát Hofstadt. Én ezt soha nem bocsátom meg magát. Ne legyen már ilyen kérlelhetetlen, jó? És különösen most. Hogy érti azt, hogy éppen most meg? Amikor az édesapja nem igyen lehetne meg az édesapja. Éjszakadás, köldésből! Hofstadt! Azt a könyvet pedig fordítassa le mással! Jó napot! Kisasszony! Kisasszony, ne menj el! Hofstadt úr! Hofstadt! A polgármester van itt! Kicsoda? A polgármester magával akar beszélni a hátsó ajtóját, de nem akarta, hogy meglássa. Igen. Várj! Méltóságos uram, tessék erre találni! Tessék, maradj! Köszönöm, nocsak, tisztaság! Tessék. Igen, hogyan? Az ember azt hinné, egy ilyen hely csak mocskos lehet, és lámlám! Tisztaság van, nagyon helyes azt magzirul. Természetesen méltóságok, uram, én szeretném... Mivel lehetek a szolgálatára méltóság? Egy sajnálatos dolog történt. Parancsoljon helyet foglalni, méltóságos uram! Tessék! A testvérem parancsol. Valami memorandumot írt a forrásokról. Nem van. Igen, tehát önnek is említette. Igen, mintha szólt volna róla valami. Talán ez az? Ez? Nem tudom, kérem szépen, én nekem nem volt még időm bele pillantani, a szedő most nyomta a kezembe. Ez nem az a kézirat, amit a helyes írás miatt küldött el a szedő. Jó, igen, a helyes írás. Értek a helyes íráshoz. Talán segíthetek maguknak. Igen, latin is van benne, és tudom, hogy ön nem tud latinul. Nagyon jól tudok latinul, a testvérem dolgozatát is mindig én javítottam. Nos, lássuk. Igen. Ön ezt ki akarja adni? Nem igen, utasíthatok vissza egy aláírt cikket. Az aláírt cikkér a szerző vállalja felelős. És ön? Ezt engedi? Bocsánat, méltóságos uram, én kiadó vagyok, nem szerkesztő. Az én elvem az, hogy szabad kezet a szerkesztőnek. Igen, ebben van valami. Nos tehát ez az átépítés a forrásoknál. Igen, kérem szépen, igen, értem kérem, hogy nagyon nagy áldozatot jelenteni a társaságnak. Nem, ön valamit rosszul írt, Aszlazen úr. A források mindennemű átépítése csak is városi kölcsönből történhet. Városi kölcs? Ezt úgy tetszik érteni, hogy megadóztatja a lakosságot? Pontosan. Ez a források azok magánvállalkozások méltóságukra. A társaság építette ki a Kirsten forrásokat, ha az emberek át akarják alakítani, nekik kell fedezni ők a számot, hiszen ez természetes. A társaság nincs abban a helyzetben, hogy újabb összegeket kölcsön, egyszerűen nem tudná fedezni. Kérem szépen, az lehet. Az emberek nem fogadnának el egy újabb adót, ez kérem szépen tény, vagy csupán az ön nézete? Ez bizony tény, Aszlagzen úr. És van még egy másik tény is. Már elnézést, hogy a szerkesztőségben tényekről beszélek. Nos, az átépítés legalább 2 évet venne igénybe. Ez 2 év jövedelemkiesés a kis jövedelmű üzletembereknek. Plusz az új adó. Mindez emiatt az agyrém miatt, emiatt a halucináció miatt, hogy testis vészekben élünk. Tehát ez a felfedezés tudományos vizsgálaton alapszik, méltóságokról is. Ez a felfedezés bosszúvágyon alapszik, Hofstadt úr. A hivatalos hatalom gyűlöletén és semmi máson. Ez annak az embernek az őrült rögeszméje, aki fel akarja forgatni egész eddig életünket. Meg semmi köze a tudományhoz, a reformhoz, csak a pusztításhoz van köze. Gondoskodni fogok róla, hogy estére így értelmezze az egész város. Talán mondja,
bizonyosabban, hogy támogatja ezt a dolgot? Hát én ezt még sohasem gondoltam. Már szóval úgy érzem, pszichológiai lehet, hogy csak ugyanez a törekvés. Hát én nem is tudom, mit mondjak méltóság. Hát én nem szívesen ártanék a várost. És nem is tudtam, hogy egy újabb adóra lenne szükség. Hát azért... Tudhatta volna, Ostad úr. Annál is inkább, mivel majd agitálnia kell mellette. Kivéve persze, a liberális újságolvasók kedvelik az új adókat. Nos, ehhez persze ön jobban ért, mint én. Véletlenül éppen nálam van a tények rövid leírás. Ebből világosan kiderül, hogy csak némi változtatásra lesz szükség, és senkinek nem ártunk a vízzel. Később bizonyos szerkezeti módosításokat végrehajtunk természetesen, de ezt már a fürdő jövedelméből fedezni. Megnézhetjük. Hogyne. Sőt, nagyon szeretném, ha tanulmányoznál, Ostad úr, és később egy arra alkalmas időpontban elmondaná nekem, hogy egyetérte. A doktor. Hogy? Oh, itt van. Most jön át az utcán. Nem tudnék valahol kimenni, nem szívesen találkozni. Gyorsan. És kérem, rászák, rede hamar! Hogyne, igen. Persze. Kérem, akkor gyerünk, hát csináljanak valamit. Igen, csináljanak. Ne álljanak, csináljanak valamit. Köszönöm. Megvan a keszered. Elnézést, kedves doktor, de nincs még... Egyelőre nem haragudj. Nagyon sokat. Nagyon sokat, a doktor is nagyon sokat dolgunk. Viseljen el, Ostad, már alig várom, hogy mondtasszás Balázs. Na jó, hát nem zavarom meg magunkat, csak dolgozni. Így van, ez jó. Hát, rendbe tesszük ezt a várost. Fog ragyogni, mint egy ékszer. Na, még egyet. Nem lehetne később dokkolni, nagyon sokat most dolgozni. Most jöttem az utcán, és elnéztem az embereket a üzletekben, és hogy hajtják kocsijaikat, valami olyan fura meghatottság fogott el. A tudatlanság miatt. Szóval oda akarok kiugatni, arra gondoltam, hogy ha ezek az emberek elolvassák ezt a cikket, képesek lesznek engem szentté javatni, vagy hát mit tudom én. Ígérje meg azt a szemben, hogy nem rendez díszvacsorát tiszteltem. Bocsánat, elnézést kérek, kedves doktor, de nekem meg kell mondanom igazán, hogy az... Őszintén, én nem jövök el, hogy a díszvacsorát tiszteltem. Bocsánat, kedves doktor, hogy semmi közője eltagadni. Nagyon szóval. Légy szíve, gyere haza, még pedig rögtön. Micsoda? Doktor Stockmann három gyermek apja Hoftad. Mindenki tudja, de miért kell ezt most mondani? És senki sem innél, aki látná, hogy belerántott bennünket is ebben a botrányba. Ugyanazt, hogy a fiaként válik magával, maga pedig bohócot akar csinálni belőle. Az állásába került, ugye ezt maga? Kiadják a cikkét, őt pedig agyonverik érte akár egy kutyát. Mit akar maga tulajdonképpen, Hoftad úr? Azt akarom, hogy haza gyere, ez az ember nem barátom. De nekem barátom, nekem mindenki barátom, aki kockázatot vállal velem. Katerin, te ezt nem érted? Hogyha ez a dolog a nyilvánosságra kerül, akkor az egész város kivonul az utcára, és elsöpri ezt a rohadt bandát. Ez micsoda? Ez itt van? Nyugalom, kérem, nyugalom. Miért jött ez itt? Mit akar? Ja, értem. Le akarja beszélni magukat, hogy kiadják a cikkemet. Ja, hát ezt nem úszod meg szárazon, drága barát. Hová bújtottál? Tessék már megmondani. Itt van? Itt van? Igen, van. Szabad egy Miféle móka ez, Tomasz? Na, több tisztelettel, drága testvérem! Most én vagyok a városi hatóság! Hogy vissza a kalapom és a pálcám! Fogalom, drága testvérem, most én vagyok a városi hatalom! Ne feledd ez a kalap hivatali jelvény, Tomasz! Nem képzeld, hogy egy tökfödővel föl tudsz tartóztatni egy ébredő oroszlán? Azzal fenyegettél engem, hogy elcsapadsz, hát majd én csapatlak el téged, kipöndölítelek valamennyi pozíciódból, tudod? Azért, hogy nem tudom megcsinálni, de igenis meg tudom csinálni. A város győztes erői mellettem áll. Hofstadt és Billing a néplapban mennydörök majd, Aszlakszenúr pedig az Egyesült Kisemberek élén mutunk csatában, tudod? Bocsánat, doktor, mi nem vagyunk tudósok. Ja,
Mi nem tudjuk eldönteni, hogy valóban igaz-e az írással vagy. Kérem szépen, ezt a cikket írjuk, ha megjegyem, hogy én védjem. Hogyne? Hát nem közlöm a cikket. Nem. Nem vagyok hajlandó tönkretenni ezt a lapot. Ha a lakosság megtudja a részleteket, nem lesz hajlandó semmiféle változtatás a forrásra. A polgármester úr, ő méltóság épp az imént mondta nekünk, hogy újabb adóra lenne szükség. Kérem szépen, az azt jelenteni, hogy... Szóval miért döbbentek rá egyszerre, hogy nem tudósok is nem tudják eldönteni, hogy igazat írta meg, vagy sem? Jézus már! Nem kell azért így beszélni, doktor! A lényeg az! A lényeg úgy fog lecsapni erre a városra, mint egy ágyúgolyó, és esküszöm, hogy én fogom kilőni. Én nem tudnád szükségemet, hogy pillanat kérdére, megfizetek itt. Kérem, én nem vagyok hajlandó tönkretenni ezt a lapot, sem pedig ezt a város... Nem közlöm a cikket! Én nem akarom! Nem tehetem! És nem merem? Miféle ostobaság ez? Hát tudtam már a sajtót a szerkesztők irányítják. Nem! Az előfizetők, a közvélemény, a felvilágosult olvasók közönség, a háztulajdonosok, és kérem szépen mind a többi, ők irányítják a sajtót. Szerencsére. Kedves doktor, én nagyon szépen megkérem a családja érdekében. Ne tegye ezt. A családját nyugodtan kihagyhatja ebből Aszlaksen úr. Isten engem úgy segélye, szerintem maguk szörnyetegek. Megkapodám a szükséletét. Ebben a városban nem tudja kinyomatni, doktor. Miért nem hagyhatom, Thomas? Nem hagyhatom, méltóságos polgármester úr. És te nem fogod elfelejteni ezt a napot, amíg élsz. Tömeggyűlést hívok össze, tudod? Kitől bérelsz helységet hozzá? Akkor fogok egy dobot, és utcáról utcára járva kikiáltom, hogy szennyezett a források vize, és méreg pusztítja a politikai vezetést. Teljesen megőrültél. Ne hagyd magad, Thomas, vele küldöm a fiúkat is. És Morten boldogan megy, és elitre is számíthat. És rád is, és Petrára is. Nem, rám nem, de az ablakból majd integet. Nos, uraim, kezdődik a harc. Na most azt képzeled, ugye, drága testvérem, hogy megbolondultam. Én még nem tudod, hogy milyen az, amikor én megemelem a hangomat. Madam? A források körül. A polgármester nyilatkozata. Reggeli néplap. Óriási szenzáció. Mi az igazság a források körül? Mi az igazság a források körül? A polgármester nyilatkozata, reggeli néplap, óriási szenzáció. Mi az igazság a források körül? Mi az igazság a források körül? Kevés az ülőhelyem annyi embernek, ezért úgy határoztam, hogy csak a nőket ültetem meg. Billing a nevem, emlékszik még rám a doktor égházában. Bocsáss meg, nem is tudom. Kapitány, volna néhány kérdésem a lapom számára. Mondja, miért adja oda a házát ehhez a gyűléshez? Még sose hallottam, hogy politikába keveredett volna. Hát megmondhatom.
Én úgy szólván egész éven át úton vagyok. Nekem nincs arra időm, hogy... Ja, mondd, utaztál te már valaha életedben? Nem, külföldre még. Na hát én már nagyon sok helyen jártam, és olyan helyeken is, ahol bizonyos dolgokat nem szabad kimondani. Hallottál meg? Olvastam. Hát én nekem ez nem tetszik. Neki az ilyen nem tetszik. Igen, de azt se tetszik, hogy most jegyzed, amit én mondok. Ne jegyezd! Hát akkor még egy kérdés, kapitány, mondja. Mi a véleménye a doktor javaslatáról, hogy át kell építeni a forrásokat? Igen. Hát én a doktort nagyon szeretem, te azt tudod. De a forrásokhoz nem igen. Biztos úgy van, ahogy ő mondja. Jó napot, kapitány! Jó estét, ilyen, tessék! Tisztelelnök, kapitány! Nagyon sietném el az őszint. Nagyon örülök, hogy eljöttek. Tessék, tessék! Randi tájegyet! Kérem! Akkor, ha beszél, megnézheti magát, ezt meghallják! Szétrefeszteted vele a dopát! Ezzel. Kérem, ne dudáljunk! Tessék csendben! Tessék befáradni, asszonyom, parancsoljon! Kérem, a maguk számára készítettem oda gyűlölőket. Óriási tömeg van kint az utcán. Vajon milyen örülnek benne? Hát biztosan a polgármestert várja. És ezek mind az ő pártján vannak? Hát azt ki tudja elvédni. Jó napot kívánok, hölgyeim! Nem csodálom, hogy nem köszönnek, én csak azt akarom mondani, hogy nem hiszem, hogy ez hölgyeknek való hely lesz itt ma este. Nem emlékszem, hogy a tanácsát kértem volna Billingul. Hát nem vagyok én olyan elvetemült, mint ahogy ön gondolja. Nem? Akkor miért a polgármester nyilatkozatát közölte, és miért nem közölte a férjem jelentétéről egy sort sem? És senki nem tudhatta meg, hogy mit is akar a férjem, tulajdonképpen odakint az utcán már is mindenki ellene van. Ha közöljük a férje nyilatkozatát, csak neki álltunk. Billingul, én ezt még soha nem mondtam senkinek, de azt hiszem, maga hazudik. Hallgassanak a mindjárt hallok, én kihajítom az egész lőcsöst. Tessék csendben! Jó estét, polgármester! Katerin! Petra! Jó estét! No, miért köszönsz ilyen hűvösen? Apád gyűlést akar, tessék, itt van! Te festetted azt a plakátot, a városháza falára ragasztotta valaki. Ha azt festőtek lehet nevezni, akkor igen. Azt tudod, hogy lecsukhatatnálak érte. A törvény értelmében a városháza rongálása büntetendő cselekmény. Tessék, állok elé. Ha lecsukhatod, Péter, soha többé nem állok veled szóba. Semmi humorérzéket, Katerin. A te humorodhoz nincs. Hé, komám, mire szavazunk, ki a jelölt? Maga részleg, nem? De menjen ki innen. Kifelé. Nincs olyan törvény, amelyik kimondja, hogy nem szavazhat, aki részek. Szavazni akarok, jogom van szavazni. Hogy érzed magad, Katerin? Csak arra kérlek, őrizd meg a nyugalmat. Na ide figyelj, komám! Ha nem szavazunk, akkor mi az Isten folyik? Én már mondtam egyszer, hogy maga részeg, menjen ki innen már. Mellögdössön. Megparancsolom, hogy távozzék és többé be ne tegye ide a lábát. Nem tetszik nekem a maga hangja! És ha sokat ugrál, szólok a polgármesternek, mégpedig most rögtön. Az aztán majd ellátja maga baját. Mi az Isten van? Forradalom? Kérem, uraim, akkor talán elkészhetnénk egy csendet, kérek szépen. Tárgy röviden, arról van szó. Bocsánat, kedves doktor, még nem választottunk elnököt. Most hát azt mondom, ez nem tömeggyűlés, én másra gondoltam. Bár pedig én gyűlésre jöttem, doktor úr, és jó lesz valami rendet tartani. Rendet? Nagyon rend. Elég már, hagyják beszélni, ez nem tömeggyűlés. Méltóságosulak tisztelettel, miért nem veszik kezébe a dolgokat? Kérem, itt egy komoly véleménykülönbségek vannak. Úgy van. Úgy van. Sejtem én, hogy miről akar maga itt szembeszélni, és ez nekem nem tetszik. Aki unatkozik, az menjen más városba. Nincs szükségünk rendbontokra. Úgy van, szükségünk. Kérem, hogy hallott én róla? Minden tudom magáról, papi. Igen, honnan lapok? Honnan is? Nem doktor, de arra gondoltam, hogy demokratikus szokás szerint mégiscsak elnököt kellene választani. Én a polgármester urat javaslom. Nagyon jó. Nem, 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 n
Semleges személyre van szükség. Én Asztrakzen urat javaslom. Legyen Asztrakzen! Legyen kívánság szerint. Azért kérettem ide önöket, mert nagyon fontos dolgot szeretnék önöknek elmondani, és nem kaptam helyet a lapokban. De a kapitányom volt olyan kedves, és ide adta a házát, úgyhogy remélem, hogy elég időt kapok ahhoz, hogy elmondjam a gondolatait. Parancsoljon! Elnézést, gyerek! Mértőszárok uram, én kérem, én nekem meg kell mondanom, hogy én soha életemben. Én elnöktem semmet! Csak egy szót, mielőtt elkezdjük. Bármi hangzik is el itt ma este, kérem, ne feledjék, hogy a legfőbb állampolgári kötelesség a józanság. Most pedig kérem, bárki szólni kívánta. Hallottam ám, mióta lehet az urnánál forteskedni. Jelenteni fogom a polgármesternek. Csendben kérek, kíván valaki szólni? A polgármester úr hőméltóság kíván szólni a gyűlésen. Nem szeretném a sok időt tesérelnénk erre az ügyre ma este. Minél előbb szeretnénk visszatérni békés, megszokott mindennapi életünkhöz. Nos, a tárgya következő. Dr. Stockmann, testvérem, és higgyék el, nem könnyű erről beszélni. A fejébe vette, hogy tönkreteszi a forrásokat, ami gyógyfürdő intézetünket. A polgármester... Igen, cirkalmas módon kezdett hozzá, de ez a veleje a dolognak. Mire töltjük akkor itt az időt? Távolítsuk el a városból, és kész! Úgy van, kívánok! Nem szeretnék itt ma este erőszakot látni. Szeretném, ha az ő indokait is megértenek. Testvérem olyan ember, és mindig is olyan ember volt, aki abban leli örömét, hogy gyalázhatja, alááshatja, nevetségessé teheti a forrásokat csak azért, hogy bebizonyítsa. A városvezetői hibát követtek el az építkezést. Kérem, megkapadom a polgármester úr még nem fejezt... Parancsoljon, létezik. Köszönöm. Most bizonyára akadnak itt olyanok, akik azt mondják, a doktornak joga van elmondani, amit akar. Elvég a demokratikus országban él. Isten látja, lelkem. Békés időkben én ezzel 100%-ig egyetértem. Beszéljen mindegy, amit csak akar. De ezek nem békés idők. Világ tele nemzetek romjaival. Városok romjaival, és mindez olyan emberek műve, akik a reform, az igazság és hasonlók lepében léptek föl, de leromboltak minden tekintélyt, és nyomukban nem maradt más, mint forradalom és káosz. Mi a fenéről beszél? Ez mostan a mi válságunk. Nagyon jól tudjuk, mi volt ez a város az előtt. Halott, ötödrangú porfészek volt, most pedig a nemzetközi hírnév küszöbén áll. Megjósolom, hogy 5 év alatt minden jelenlévőnek megsokszorozódik a jövedelme. Nagyobb és jobb iskoláink lesznek, és drága hintók sokasága bördül majd utcáink. Gyönyörű otthonok épülnek, és fényes üzletek egész sora nyílik, végig a fő utcán. Megjósolom, amennyiben elkerül bennünket a gonosz rágalom, egy napon ez a város a világ legszebb, leggazdagabb üdülőhelye lesz. Önöknek nincs más dolguk, mint föltenni egy igen egyszerű kérdést. Joga van? Vagy hogy egyesek nevezni szeretik? Demokratikus joga van-e bárki?
kinek is, hogy a források apró hibáit, szórosan érdemes tökéletlenségeit fölfújja és szóvá tegye, joga van-e bárkinek ezeket a hiányosságokat közzétenni? Hogy tudja meg ország, világ! Mit gondol rólunk a világ? Én azt hiszem valahol meg kell húzni a határban alatt. És ha valaki, bárki is a fejébe veszi, hogy áthágja ez a határban alatt, akkor nekünk a népnek kell. Különcsítünk őt is közelünk vele. Már pedig ezt nem mondhatod! Köszönöm, azt hiszem megértettük egymást. Hát köszönöm, azt javaslom, doktor Stockmann, ne kapjon lehetőséget ma este jelentésének felolvasására. Nagyon köszönöm, én is beszélhetek. Igen, tiltakozó indítványt terjesztek be. Parancsoljon, doktor. A javaslatot akarod vitatni. Javaslatot akarom vitatni, az Isten. Hogy ne, tessék, parancsoljon, kérem. Beszél. A lényegről nem szól egy szót. Nem akarunk a vízről többet hallani. Úrni! Nem akarunk a fújni! Kérem, uraim, engedjék meg. Felolvasom. Elolvasson itt, hogy nem érjük! Elolvasson, kérek, kedves doktor, én úgy látom, hogy a többség szavazni akar, mielőtt ön beszélne. Kérem, hogyha a többség úgy gondolja, hogy ön beszélhet, akkor beszél. Ha nem, akkor a többség dönt. Ez ellen önnek sem lehet, kérem, kifogás. Ne tárgyanak a szavazások, uraim. Nem a forrásokról akarunk beszélni. Ha már rádöbbentem valamire, ezerszer fontosabb a világ valamennyi forrása. Megkaphatom a szót. Elnök úr! Nem a forrásokról lesz szó. Megkaphatom a szót, kérem. Mielőtt a tárgy taglalására térnék, engedje meg, hogy gratuláljak önnek, Hofstadt úr, a ma este tanúsított önuralmához. Önnek jó pár éve harcol a szólásszabadság jogaiért a város valamennyi szavunjában. Én hiszek a demokráciát. Ha az olvasói nagy többsége ellenez valamit, én ugyan nem erőszakolom rájuk az akaratot. Számból vette ki a szót. És hölgyeim és uraim, ma rádöbbentem valamire, és ez a felfedezés páratlan a maga nemében. De mielőtt elmondanám önöknek, engedjék meg, hogy elmeséljek egy kis történet. Én jó pár évet töltöttem országunk északi részében. Odafönt hatalmas fókák és vadkacsák roppant serege uralja a világot. Az odavalós ember jéghátán él, kőből összetákolt kis halmok védelme alá húzódva. Az egész életét az élelem megszerzésével tölti, semmi többel. Még a saját nyelvét is alig beszél. És én ott egy napon rádöbbentem arra, hogy ezeket az embereket gyógykezelni művelt ember létemre részemről nem több, mint csupán romantika és szentimentalitás. Az igazat szólva, ezek az embereknek állatorvosra lenne szükségünk. Hogy lehet a tisztességes népről így beszélni? Számítottam erre, barátom. De nehogy azt higgye, hogy elközösítheti az agyamat ezzel a mágikus szóval, nép. Egy sereg ember formájú organizmus még nem szükségképpen a nép. Ezt a nevet ki kell érdemelni. Mint hogy attól még senki nem szükségképpen ember, hogy ember formája van, hogy házban lakik, hogy a szájába tömi az ételt és egyetért a szomszédaival. Ezt a kitüntetést is ki kell ám érdemelni. Szóval, amikor rádöbbentem arra, hogy a forrásokról kapcsolatban... Nincs joga a forrásokról beszélni, doktor! Jog. Jogok szentek mindaddig, amíg nem kellemetlen, ha valaki élni akar velük.
Szóval amikor megjegyzettem arról, hogy a forrásokkal kapcsolatos felfedezésén igazak, a hatóságok rögtön közbeléptek. És akkor azt mondtam magamnak. Harcolni fogok, mint halálig, mert mit akar itt maga? Forradalma! Forradalmát! Hadd fejezzem be. Azt mondtam magamnak, a többség az mellettem áll. Figyéljék, uraim, ez csodálatos érzés volt. Én azért jöttem haza a szülővárosomba, hogy a tudásomat a városnak adhassam, szeretem ezt a várost. Éppen ezért töltöttem el jó néhány hónapot fizetés nélkül, és megálmodtam ezt a tervet, a források tervét. Ugyan minek? Nem azért, hogy a testvérem mondta, hogy rága hintók bitkározzanak az utcáinkon, hanem azért, hogy meggyógyítsuk a betegeket, hogy megismerjük a világ minden részén idesereglett embereket, hogy tanuljunk tőlük, hogy okosabbak, hogy civilizáltabbak legyünk, szóval emberibbek, már-már olyanok, mint egy nép. Vajja be maga forradalmát! Így van! Vajja be! Mit, hogy valljam be? Ki jelentem? Forradalmat hirdetek az ellen az évszázados hazugság ellen, hogy a többségnek mindig igaza van. Tovább megyek, ki jelentem, hogy a többség igen gyakran téve. Íme a példa. Mert milyen igazságot támogat most a többség? Egy elaggott, egy végegyengülésben szenvedő igazság. És az igazság egyszer elaggott, a legjobb úton van ahhoz, hogy hazugság válik belőle. Akár hiszik, akár nem, ez így van. Az igazság nem a féle szívós matuzsálem, mint ami ennek egyesek hinni vélik. Ez egy jól fejlett igazság 17-18, legfeljebb 20 évig ér. Nem tovább. Márpedig egy ilyen kivéhet igazság nagyon vérna. De a többség ekkor ismerkedik meg vele, és ajánlja egészséges szellemi táplálékul a társadalom. Márpedig az ilyen tápláléknak, mint orvos állíthatom, igen kevés a tápértéke. Az ilyen többségi igazság a tavalyi füstölt húshoz fogható, olyan, mint az avas újra sózott sonka. A társadalom minden rétegében pusztító erkölcsi skorbut az efféle táplálékra. Verrója a népnek, hogy a tartós is kipróbált igazságokhoz ragaszkodni. Ne szavarjunk itt tartós igazságról. A tömeg által most képviselt igazság nagyapáink korában, ha két valami. De mi az új igazságokért harcolók, ezt már nem hiszik el. Szent meggyőződésem, hogy egyetlen tartós igazság van, mégpedig az, hogy kivénhet, elavult igazságokra nem épülhet fel egészséges társadalom. Elment az eset. Vajon igaza volt a többségnek, amikor hagyta, hogy Krisztust keresztre feszítsék? Vagy igaza volt a többségnek, amikor nem hitte el, hogy a föld forog a nap körül, és hagyta, hogy megburcolják Galileit, mint egy kutyát? 50 év kell a többségnek, hogy igaza legyen. De a többségnek soha nincs igaza addig, amíg igazul nem cselekszik. Most azonnal kijelenteni kívánom, hogy bár barátja voltam ennek az embernek, és több ízben ettem az asztalánál, többé nem óhajtom ismerni őt. Még két perc. Egy szakasz katona halad a kijelölt úton az ellenség felé. Minden egyes ember meg van győződve arról, hogy az út helyes és igaz. De két mérfölddel előbb áll egy magányos ember az elő, aki látja, hogy az út vesz. És ugye a bajtársai csapdában masinol. Kapja magát, és visszaszalad a többség. Hát nem világos, hogy joga van figyelmeztetni a többséget? Joga van, ha kell vitatkozni a többséggel? És joga van harcolni is a többséggel, ha megvan győződve arról, hogy igaza van. Mielőtt sokan megismerik az igazságot, előtte egynek kell tudni. Mindig.
Elérgét, uraim! Tudom, hogy költséges, tudom, hogy kellene. És hogy más városok megelőznek minket, amíg mi építkezünk. Elnök úr, a doktornak nincs joga a forrásokról beszélni. Hadd bizonyítsam be. A víz mérget. Elég lesz! Nem fejeztem be? Fejezze be! Különben nem vállalok felelősséget azért, ami történik. Toma, haza akarok menni. Gyere te is. Hát jó. Akkor majd a főváros lapjaihoz viszem el az ügyet. Hogy tudja meg az egész ország, az egész világ. Ezt nem mered megtenni. Tönkre akarja tenni ezt a várost, nem vitás. Tönkre akarja tenni! Olyan rohadt erkölcsi alapokra akarjátok építeni ezt a várost, hogy bele rohadt az egész ország, az egész világ. És csak a szabadság és az igazság árán akartok boldogulni, akkor én tiszta szívből kijelentem. Pusztuljon el a város népével egy áru. A következő határozati javaslatot terjesztem elő. Ma este itt egybe gyűltek. Városunknak és országunknak derék és tisztességes polgárai ezennel hivatalosan kijelentik, hogy dr. Stockmann a nép ellensége. Nem igaz! Ellenzi valaki a határozati javaslatot? Én ellenzem. Senki más? Én is. Végül is nem lehetünk meg orvos nélkül. Bárki megmondhatja. Senki más? A gyűlés ezennel hivatalosan kijelenti, hogy dr. Stockmann a nép ellensége, a jövőben minden tisztességes és hazafias polgár ennek megfelelően érintkezik majd vele. A gyűlés berekeztem. Kapitány, volna hely számunkra a hajóját? Bármikor, doktor. Csak egy szavába. A hátsó ajtón még. Nem. Nem a hátsó ajtón. A nép ellensége még nem mondott el minden. Még lesz egy-két szava. Ellenség! Ellenség! Katerin, mondd meg a lánynak, hogy van itt még összeszedni való. Még az üveget sem söpörte össze. Valami bajom. És csak, kisfiú, hogy szalad? Milyen gyorsan terjed a méreg?
Még a gyerekek között is. Hát, ha nem ugyanaz a város lenne, mint tegnap. Megőrzöm ezeket a kis szent erekjéket. Még a végrendeletembe is beleteszem. Hadd maradjon meg a fiúknak emlékül. Hideg van itt. Miért nem hívja át a lány az üvegest? Majd áthívja. De hát meghalljunk itt. Nem akar átjönni. Csoda? A üveges nem akarja beérni az ablakomat? Drága, te ezt nem érted. Senki se szereti, ha mi alutogatnak rá. Hát neki is vannak szomszédaiért. Ki ez? Van ott valaki? Ki az? Vigyázzál! Na? Írtam. És tudom, hogy fogok bevásárolni. Legszívesebben mindenki megharap. Na. Ehhez mit szólsz? Kilakoltatnak. Ja, csak azt nem. Az írja, hogy nagyon nehezére esik, de nem tudja figyelmen kívül hagyni a közvéleményt. Nem lett volna szabad a fiúkat az iskolába elengedni. Ugyan, fiam, ne aggódj már mindenre, Isten áldjon meg. De a házi úr olyan rendes ember, és ha már ő is úgy érzi, hogy ki kell rúgni bennünket, akkor képzelem a várost, a legszívesebben meg. Nem baj, nem baj, nem baj, nem sokára kint leszünk innen, és egy rossz állam lesz ez az egész, tudod? De én nem akarok Amerikába menni. Jaj. Ez mikor szakadt ki? Biztosan tegnap este. Ez volt a legjobb nadrágos. Nem baj, nem baj, majd megvarrod, és akkor rendeljön. De legalább ebből is megtanulgattuk, hogy aki az igazságért indul csatába, az ne vegye fel a legjobb nadrágát. Nem baj, nem baj, 3000 mérföldre leszünk innen, nem soká, és akkor... Nem is gondolunk erre a borzalmat. Gondolod, hogy ott jobb lesz? Én nem tudom, de minden esetre egy nagyobb országnak nagyobb a szellemisége. Ha bár hát ott is megvan az abszolút többség, de hát minden esetre talán jobban el lehet bújni. Azért nagyon kérlek, gondolkodj még rajta egy kicsit, jó? Nem szeretném körülutazni a félvilágot, csak azért, hogy aztán kiderüljön, ugyanott vagyunk. Én nem tudom, fiam, de tegnap este ezek az emberek úgy néztek rám, mint a farkasok, mint hogyha picsorítottak volna. Ne is gondolj rájuk, édes. Mondta, nem figyelsz én, amikor hozzád beszélek? Azon gondolkozom, mit csinálunk a bútorokkal, ha mégis eltalálnánk utazni. Szóval téged az nem érdekel, amit én most neked mondom. Tehát minek figyeljek rád, amikor úgy is tudom, hogy igazad van. Na, na, hát de, miért nem vagy az iskolában? Mi van veled? Kirúgtak. Lehetetlen. Két heti felmondása. Addig se tudnék ott maradni. Buskné, fölmondott neked? Ki hitte volna, hogy erre képes? Át neki, hogy ott vagyok, láttam rajta. Nem merte vállalni a kockázatot. Nem merte. A világ szemétdombjára is ezt a táblát kellene kitenni, hogy nem merték. És mutatott nekem Buskné három levelet. Kiktől? Nem voltak aláírva. Nem voltak aláírva. Ez azt aztán az elkölcs, ugye? És még ezek mondják én nekem, hogy áruló. Katerin, csomagolj. Ki innen, mert megőrülök. Úgy érzem magam, mintha férgek mászkálnának a bőrömön. Csomagolj és menjünk ki. Igen, gondoltam, megnézem, hogy van. Akkor tessék megnézni, milyen szépen vagy. De jó, hogy átjött, kapitány. Úgy is meg akartam köszönni, hogy tegnap a tömegből kivezetett bennünket. De hazaért nem színes hajtuk magára. Nagyon kérem, semmiség az egész. Viharban csak egyet nem szabad elfelejteni, doktor, hogy elmúlt. Amíg meg nem öli az ember. Nem kell úgy elkeseredni. Ne, hát én tartom magam. Mindaddig, amíg ki nem megyek a utcára, és a homlokomra nem lesz írva, hogy árul. Ugyan kérem, hát mit jelent az a szó? Árul. Szó? 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 Kapitány, egy szó, mi olyan, mint a tű a szívben. Mar, mint a sav. Mindaddig, amíg valóban olyanná nem lesz, amit én szeretnék, a nép ellenség. Na, doktor, erre az egyre vigyázzon, hogy ez meg ne történjen. Mikor indulunk, kapitány? Csak ugyanúgy döntöttél, hogy elmegy? A leghatározottabban, mikor indulunk? Hát kérem, éppen ezért jöttem, hogy erről is beszélgessünk, mert közben jött egy kis akadály. Nincs valami baj a hajóval. Látod, mégsem elég. Nem. A hajó elindul, csak éppen én nem leszek rajta. Magát is kirúgták. Engem ma reggel. Miért is adta oda nekünk a házát? Ugyan kérem, már kapok én másik.
Ugyanis kiderült közben az, hogy Vick úr a hajó tulajdonos. Ugyanannak a konzervatív pártnak a tagja, mint a polgár. És ha pártja elhatározott valamit, akkor ő ugye... Na de hát, hagyjuk ezt. Egyébként ez a Vick nagyon derék. Hát persze, ez mind nagyon derékes. Nem kérem, ez külön mintatörpe. Hát nem is kell, hogy olyan legyen. Hát ez a konzervatív párt, ez olyan, mint egy húsdaráló. Beleraknak mindenféle hús, színhús, marhahús, fejhús, diplahús, fülit farkát, és a végén mégis valami egységes massza jön ki. Ez kicsoda, ez mégis az üveges lesz. Na most képzelj el, kapitány, hogy az üveges nem meri beüvegezni az Zavarok talán hónapot volna. Dehogy zavarsz, Segíthetsz talán összeszedni ezeket a cserepeket, köveket. Hát mivel lehetek szolgálatodra ezen a szép, friss reggel? Kapitány, jöjjön át a másik szobába. Na, megyek mindent. Kérem, doktor, a beszélgetést folytatjuk. Mindjárt folytatjuk. Igen, maga csak nyugodjon. Ne vedd le a kalapodat, ha fázol, mert egy kicsit húzatos ez a szoba ma. Köszönöm. Valóban fent hagyom. Átfáztam az este. Dermesztő volt az a ház. Nekem kicsit meleg volt. Füllesztő volt. Leülhetek talán? Tessék. Na ne, ne oda. Tehát az abszolút többségi tagja esetleg betalálja törni a fejedet. Na, mi az, mi az? Ki vagyok rúgva? Igazgató tanács összeült, nem volt más lehetőség a közvélemény megjutatására. Rémintek látszó, Péter. Én még nem felejtettem el egészen, hogy a testvérem vagy. Ne beszélj! Gyűjtik az aláírásokat. Papír kézről kézre jár. Az áll benne, hogy többé senki ne hívjon téged, és nem hiszem, hogy akadna a család, mely megmerné tagadni az aláírást. Ezt is te indítottad? Nem. Sőt, ezt már én is túlzásnak tartom, Tamasz. Mert azt soha nem akartam, hogy tönkre menj. Mert ezzel most vége. Jó, nekem nincs vége. Mondd először életedben, miért nem cselekszel felnőtt ember módjára, Tamasz? Vagy be őszintén, hogy attól félsz, hogy a főváros lapjaihoz visszemele az ügyet az igazságról, ugye? Hát bevallom, gondoltam erre. Na hát akkor mit akarsz? Adj egy nyilatkozatot, amelyben kijelented, hogy a város ügye iránt érzett túlbuzgóságodban eltúloztad a dolgot. Fogalmazd, ahogy akarod. Nyugtass meg mindenkit, akit idegesít a víz, ha ezt nekem ideadod. Megtarthatod az állásodat, és szavamra mondom, minden elképzelésed idővel megvalósíthatod. Ideges vagy, Péter. Nem vagyok ideges. De ideges vagy. Mondd be őszintén, hogy nehezen viselnéd el, hogy én nem vállalom el a felügyelőséget ott, ahol megmérgezzük az embereket, ugye? Nehezen viselem el, de közben nagyon könnyen elviselem. Na. Nagyon sok ember nem megvesztegethető, Toma, de te nem tartozol közéjük. Na. Mortenkirről van szó. Mortenkirről? Az apósodról, Mortenkirről beszélek. Mit akarsz Mortenkirről beszélni? Na, nem tudod, hogy ma reggel végig behangázta a várost, és fölvásárolta a Kirsten források papírjait? Igen, fölvásárolta részleteket. Minden egyes darabot, amit csak megkapott. Na, és mi közöm nekem ehhez? Tudja. Ne cöcög, ne ugyanaz, mert utálok, amikor cöcögsz. Mondd el, hogy mit akarsz tőlem, jó? Mondd el. Jó. Na. A mindenáron ragaszkodt a tövér megfogalmazáshoz. Valaki könyörtelen támadást indított egy cég ellen, hogy megrendítse a belévetett bizalmat. Ebből a célból még arra sem rest, hogy tömeggyűlést hívjon össze. És mindjárt másnap reggel, mielőtt az emberek felocsúttak volna a meglepetéstől, az apósa végig rohangásza a várost, és féláron felvásárolja a Kirsten források papírjait. Jóságos Isten! Csak neked van képed elvekről beszélni, nekem? Nem. Nem érdekel a pszichológia! Azt hiszem, amit látok! És amit látok, az nem más, mint hogy valaki undorító és macskos munkát végez Mortenkirnek bízásából,
és ígérheted neked, hogy estére így tudja az egész város. Most pedig takarodj az irodalmathoz! És adj egy igazgatatot, melyben megszáfolsz mindent, amit eddig állítottál, máskülönben véged! Péter, te nagyon aljas ember. Ide figyelj, Thomas. Ha a város határain kívül akarsz támadást indítani, én ígérem neked, hogy aznap, amikor ez megjelenik, én körözést adatok ki ellened, és összeesküvés vágyával törvénybe idéztetlek. Egész életemben azon fáradoztam, hogy rendes embert faragjak belőled, de ha most végső lépésként elszámod magad, senki nem lesz, aki visszaráncson! Megértettük egymást! Túlságosan is. Katerin! Küld be a lányt! Mondd neki, hogy súrolja fel a padlót és mossa le a falat, mert maga a pest is járt ma itt nálam. Íme! Mit csináltál már megint, Morten? Van fogalmat, hogy milyen helyzet elé állítottál? Ezek gondok? Ezek azok bizony. A Kirsten források részvényei. Igen, olcsón kaphatók ma reggel. Ne játsz most, Morten, ne játsz. Ne idegeskedj, az ember már néhány részvényt se vehet, anélkül, hogy... Magyarázatot kérek, Morten. Thomas. Na. Ezek azok téged ott nagyon gyűlöltek. De azért hittek is neked. Legszívesebben meggyilkolnának, de azért hisznek neked. Úgy mondják, hogy a szennyezést a folyó hordja le a szélmalomvölgybe. Pontosan. És pontosan ott az én bőrgyárom is. Sajnálom, Morten. Thomas, én azt az üzemet az apámtól örököltem. Ő szintén az apjától örökölte, a nagyapám apja pedig az ikapám. Az a szándékom, hogy lemosom a családról ezt a gyalázatot, amely három nemzedéken át fertőzte ezt a várost. Ide jön, Morten. Én régen vártam erre a beszélgetésre. Te már nem csinálhatsz semmit. Én nem, de te így. Én hogyan? Nézd, én azért vettem ezeket a részvényeket, mert... Elszórtad a pénzed, Morten, a forrásoknak vége. Én sohasem szórom el a pénzedet, Thomas. Én ezeket a részvényeket a te pénzeden vettem. Az én pénzem. Sohasem gondoltál még arra, hogy hagyok valamicskét Katerinra meg a fiúkra? De gondoltam. Na hát ma reggel úgy döntöttem, hogy a nekik szállt összeget részvényekbe fektettem. A lányod pénzéből vásároltad ezt a vackot? Thomas, engem a hátam mögött hódnak csúfolnak. A hód elrágja a gyökereket, de úgy tudom, rokon a disznónak is. Én világ életemben becsületesen éltem, becsületesen is akarok meghalni. Te fogod nekem visszaszerezni a nevem becsületét. Én? Hogyan? Na, ne idegeskedj. De semmiség az egész. Ha még egyszer megvizsgálnád azt a vizet. Megvizsgáltam a vizet. De ha egy kicsit jobban megvizsgálnád, és úgy találnád, hogy tévedtél a víz dolgában. Nem, nem, a víz mérgezett, Morten. Mérgezett? A folyton ezt hajtogatod, hogy mérgezett, és közben ezek itt vannak a házban, erre csak, hogy nincs más magyarázat, mint az, hogy megőrültél. Igen, én megőrültem. Igen, őrült vagy, igen. A tulajdon családod szájából veszed ki a falatot. Morten, miért nem szóltál előbb? Nekem nincs egy vasos. Mert úgy gondoltam, jobban megérted, hogyha utólag szólok neked, és az Isten verje meg, hát úgy látom, már érted is. Hát sok millió tonna víz folyik le azon a folyón. Honnan tudod, hogy azon a napon, amikor a mintát vetted, nem volt valami különös a vízben? Mert megvizsgáltam a vizet. Honnan tudod? Hát, ha azok a kis állatocskák merő véletlenségből csak azon a helyen gyűltek össze, ahonnan a mintát vetted. Honnan tudod, hogy a többi víz nem volt tiszta? Mert túlságosan sok megbetegedés történt a nyáron. Már betegek voltak, amikor ide jöttek, különben nem jöttek volna.
De nem emésztőszervi bántalmakkal és bőrbajunkkal. Miért talán egyedül csak nálunk lehet hasfájást kapni? Máskor talán nincs karbunkulus? Hát, ha az étel volt romlott. Gondoltál te már egyáltalán az ételre? Ételre nem gondoltam. Na hát akkor meg mi a fenétől vagy olyan biztosabban, hogy a víz volt azok? Azért, mert megvizsgáltam a vizet, többször megvizsgáltam a vizet. Magunk között van. És? Mondd be neked őszintén, hogy te magad is kételkedel egy kicsit a biztonságban. Jaj, hát semmi sem 100% ezen a világon. Na, hát akkor pedig jogod van kételkedni. Méghozzá tudományos jogod. Hát ha, a víz volt kérdezik. Gondoltál te már egyáltalán fertőtlenítés? Na, ekkor a tömegű vizet nem lehet fertőtleníteni, Morten, nem lehet. Mindent ki lehet írtani, ez a tudomány! Tomás, én a te testvéredet ki nem állhatom, de neked is minden okod megvan rá, hogy utálj. Nem azért csináltam, mert utálom a testvéremet. Ez is benne volt, ez is benne volt, ne is tagad! Hát magad is elismered, hogy kételkedel egy kicsit a víz dolgában. Elismered, hogy talán fertőtleníteni is lehet, de mégis úgy mentél neki a testvérednek, mintha egyedül csak azzal lehetne rendbe hozni a dolgot, hogy az egész intézetet felrobbantod, emögött gyűlölet van, édes fiam, nem tudomány! Ezek itt most mind a kérem. Azonosod meg egészen. Vesd kis szívedből a gyűlöletet. Vissza! Teljesen bizonyos. Mor, de hogy mered a családom jövőjét összekeverni az én meggyőződésem? A te meggyőződésed nem is olyan erős. Mi képes lennék akasztófa alá állni a meggyőződésemért? Vagy visszavarod a meggyőződésedet, vagy ezek mind jótékot szépen. Most, ahogy így elnézlek az Isten atyán, maga vagy az ölt. Nyugalom, kérlek, nyugalom, kérlek, nem kell, jó estét, kilúl. Kilúl, húzzak itt nekem az értelmiségi. Kedves, doktor, legyen számunkra 5 perc. Kérem, nekem nincs önökkel beszélni való. De én választ várok, mit pedig azonnal hallod. Odakint várok. Kérem, uraim, elég sok dolgom van, térjünk a tárgyra, mit óhajtanak, kérem? Nem kívánjuk, hogy megértse a gyűlésen tanúsított viselkedésünket. Úgy viselkedtek, mint a csúszómászók, a prostituálók. Jó, nevezze, aminek akar. Igen. Kérem, kicsit fáradt. Tessék, mondják el, lekerülgessék a forrókását, miért jöttek le? Sem, kedves doktorát, miért nem mondta nekünk, hogy mire élik az ügy mögött? A néplap végig támogatta volna. Most jövezheti a közvélemény támogatását. Mondja, miért nem szólt nekünk? Drága uraim, kérem még egyszer magukat, térjenek a tárgyra, mit óhajtanak? Az öreg bejárta a várat, és felvásárolta a forrásos részvényét, kérem. Ez nem titok többé. Mi közöm nekem ehhez? Csak nem akarja remek üzemben. Nagyon szeretném, kérlek, mert nem értem, miről beszél. Jó, rendben, akkor játszunk inkább. Igen, azt meg, maga óhajtja. Nem, ön. Nos, doktor, a reggeli néplap elindított egy kampányt, amelynek érdelmében ön 2 hónap múlva, mint a város hősét ünnepel. Igen, és mi, kérem, erre már is készen áll? Megmagyaráznák az olvasókat, hogy én azért volt kénytelen felvásárolni a részvényeket, mert az igazgatóság nem volt hajlandó a közegészség szempontjából úgy fontos változtatásokra. Ön kizárólag tudományos és népjóléti alapot cselekedett. Nos! Meg pénzt akarnak? Na, kérem szépen, arról van szó... Na, ne kertelj! Nézd, ami most elkezdjük támogatni önt, egy időre csökken a példány száma. Viszont a közösség megnyugszik. Az önök által felvásárolt részvények ára hopp, emelkedik. Hát kérem, hogy azt szeretnék, önt, vagy mondjuk inkább ki úr, ezt a mi veszteségünket fedezni. Kérem, ez egy nyílt és tisztességes ajánlat, én nem látok benne semmi rosszat. Hát, kérem, önnek szüksége van a lapra? Óriási szüksége van rá. Valóban nincs semmi rossz abban, hogy tisztára moshatom a nevemet, bár soha nem éreztem mocskosnak, és remélem azt is elhiszik, hogy nem szeretem, amit állok. Na jó, hát mutassa meg a költséget. Igen, hát kérem,
Kérem, ne fáradj, uram, nem szeretek ismétlésig bocsájtkozni, de a víz mérgezett. Na de kérem, ha ő visszakerül a fürdő egészségügyi felügyelőjébe, én nem hiszem, hogy bármiben is történik. Kérem, önök ugye Balekot kell keresnek, akit meg lehet zsarolni, hogy kifizesse a nyomda számlát. Ugyan, Stockmandó. Hát mi az ön nevét akarjuk tisztára most. Igen. És ha ön nem hajlandó az együttműködésünkre, akkor mit csinálnak? Ha így mi? Na, mit csinálnak akkor, hogy nem vagyok hajlandó fizetni? Nem megyek, kérem, meg a saját szájában nem hallom, hogy mit akar csinálni velem. Hűssel, két perccel ezelőtt. A közvélemény, hát nem hisztérikus doktor. Mi lesz akkor kérem? Velem, ha nem vagyok hajlandó fizetni? Kérem, a saját szájából akarom hallani. A polgármester megvádolhatja egy cég tönkretételére irányuló összeesküvéssel. És ha nem áll maga mögött egy újság, doktor, ön a börtönben végzi. Önök pedig a polgármester mellé áll. Kérem, ne tagadja meg tőlem azt a boldogságot, hogy megmondja a hűsnek, hogy segít keresztre feszíteni. Mit akar a hőssel csinálni, kérem? Addig nem megy ki innen, uram, míg a saját szájából nem hallom. Mit akar velem csinálni? Nem bal, kérem, de mondja meg, hogy mit akar velem csinálni. Magának agyára ment az őszintén. Aki képes a családját felerángatni egy ilyen életre szülő szégyenbe, az csak is gonosz őrült. Hallja! Gonosz őrült! Akinek egy közfürdő tisztasága fontosabb a feleség. És a gyerekei életéről. Stockmann doktor, ő megérdemli a sorsát. Anya! Kérem, nem kellett volna válaszolnod. Tudhatod volna, hogy neked rontanak, meg se lettek volna. Bánom is én, megölöm őket. Fogok egy követ, és legközelebb, ha meglátod valamelyiket, hagyom vágom vele. Látok el róla, jó? Menjél be szépen. Most uraim, a viszontlátásra... Kérem, tájékoztasson, hogy mit határozott doktor. Én határoztam, kérem, én a nép ellensége. Mit beszélsz, Thomas? Igen, azoknak... akik arra tanítják a gyerekeket, hogy az öklükkel gondolkozzanak, azoknak én a nép ellensége. Kérem, doktor, gondolja meg! Hát mindene meg lehetne, amit csak akar, kérem, minden! Egyet nem, az igazság. Egyet kérem, tőle minden. De a víz mérgezik. De az ön felügyelete alakul. Víz mérgezik, és meg vannak mérgezve a gyerekek is. És meg van mérgezve a nép is. És ha én csak azon az áron lehetek a nép barátom, hogy elvállalom ennek a rohadt korrupciót, a felügyeletet, akkor én a nép ellensége vagyok. A nép ellensége vagyok, mert a víz mérgezett, és ez a dolog eleje és a vége. És pedig Baskin! Thomas! Baskin! Kinnen! Kinnen! Mondják meg, hogy ne írj el a betegekhez, és ne írj meg a gyerekeimet! Ne engedj így tanítani a lányod az iskolába! Megfertőzi azt a makulátlan és tiszta lett! Pokol összes nagykövete járt majd. Ígérem, többi senki nem teszi védelem. Katerin, figyeljetek ide, gyerekek! Ostrom alatt áll. Ezek az emberek vért akarnak látni. A korbáccsal fogják ellenem kergetni. Tudom nekünk egy hajót, kapitány. Nem kell hajó. Maradunk. De a fiúk nem mehetnek az iskolába. Nem engedem ki őket a házba. Maradunk. Helyes. Nincs többé iskola, gyerekek. Én foglak benneteket itt tanítani. Ismertek ti ilyen vásod, teljesen tudatlan utcakölyköket? Hát persze. Na, akkor abból kéne nekem egy tucat. És akkor el is kezdhetjük. Mondjuk, kapitány, volna a hely számunkra. Hát... Természetesen, a maguk számára mindig van nálam. De én nem adófizetőket, meg újság előfizetőket akarok nevelni, hanem olyan embereket, akik szinte éhesek az igazság. Ja, majdnem elfelejtettem, Petra, menj oda a nagyapáthoz, ott van a másik szobában, és mondd meg neki, hogy nem. Tudod? Hogy érted ezt? Úgy értem, drágám, hogy magunkra maradtunk. És hosszú lesz az éjszaka, amíg megír.
Ez az a bizonyos vihar, amiről beszél. Amíg elvonul, itt maradok majd. Mi lesz velünk, Thomas? Mi lesz velünk? Nem tudom, drágám. De ne felejtsétek el, hogy erősek vagytok. Mert az igazságért harcoltok. Ti vagytok a legerősebbek az igaz a világon. És az erőseknek meg kell szokni a magányt.